your sights so plain. Out and wide awake, it's a scene about me. With a thousand lies and a good disguise. Hit him right between the eyes, hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see you running a full ride. 6 óra után 19 perccel itt vagyunk. Péntek van, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Itt vagyunk, és tényleg a legjobb hír a napban, hogy péntek van. Viszont nagyon hideg. Nagyon hideg. 4 fok. Olyan hideget értem. Mondjuk nekem nincs meteorológiai állomás az autóban, ugye, hogy szoktam mondani. Meg van egy külső köpenyed. Fú, gyerekek, nagyon hideg volt. Hát egy jó kis védelmi rendszert növesztettem. De azért így a kövérek is fáznak, csak mondom egyébként, az ízlésesen molettek. De ugye én nem éreztem. Kijöttem reggel az Velencén teljes. 4 fokon. Engem picit megcsúszolt azért. Annyira örültem neki, amikor tegnap mondták az RTL-en, hogy nem lesz eső, és hogy viszonylag tiszta idő lesz, meg hogy hívják, meg kicsit melegedik az idő, meg ilyesmi. Ennek megfelelően öltöztem reggel, kimentem a megállóba, ja, gyere már, léci, gyere, és ne, lehetőleg nem műbörös, meg műanyagos, hanem lehetőleg szövetes ülések legyenek, mert megpusztulok. Tényleg, nagyon hideg volt. Igen, tehát jön a meleg vissza, holnap már 20 fok lesz. Igen. Tehát jót mondanak, csak most tényleg csípős, én is kínáltam meg, hogy ne ébredjen fel a család, hát fú. Nem kell. Nagyon kemény. Bocsánat, én eszem nagyon ilyeség. Semmi baj, betoltam el fél retket. Az a baj, hogy talán nem kellett volna. Káros tud lenni. Igen, a retekkel az a baj, hogy a retek az olyan, így. Hogy az inkább utólag fogyasztva kellemes, mint előtte. Tehát, hogy jól lett volna, hogy benyomok valamit, és nem tudom, mi lesz. Megindul a kis bélműködés. Retek erre, jó? Igen, kalácsosak vagyunk ma reggel. Köszönjük annak. Igen, igen. Gyerekek, igen. Szerintem Perec volt, aki biztos megtámogatta egy picit Annát reggel. Így a kalácsal, ő behozta, vett hozzá vajat, és akkor ilyenkor Kánaán van. Nagyon kevés a hallgató. Igen, vannak ilyen standard dolgok így az életünkben az elmúlt 7 évben, mint például Perec. A maga kis kalácsával, buktáival, meg hasonló kis péksüteményeivel. Nagyon drága, hogy küldött nekünk, igen. Látjuk az SMS-eket, hogy holnap munkanap, hát kitartás nektek, mi lélekben veletek leszünk, mi ezeket nem szoktuk ledolgozni. Ezért akkora baromság egyébként ezt a pár napot nem odaadni. Uh-huh. Az állampolgároknak semmiféle gazdasági haszna nincs, meg igazából semmi. Tehát hogy most a fél csapat úgy sem megy be, szóval és értem én, hogy le kell dolgozni. Minden szenteket, meg november 1-2, nem tudom, mit dolgozunk. 31-et, október 31-et, elsője. Az kedd így van, tehát egy napos ünnep lesz. De hogy annyira oda lehetne adni, mert hogy így igazából semmiféle. Hát gazdasági előnye nincsenek, ez már nagyon sokszor bebizonyosodott. Csomóan kiveszik a holnapot már, vagy mennek egy csomó cég, azt mondja, hogy na jó, legyen hétvége gyerekek, ne legyen meló. Tényleg ez van, tökre igazad van, tehát ez a teljesen fölösleges. Azt már mondom az autósoknak, hogy viszont holnap fizetős minden, tehát hogy amikor azt gondolod, hogy hétvége van, szombat. Parkolás? A parkolás, az tessék dobálni a pénzt, vagy SMS-ben venni, mert meglepetés lehet. A holnapi napon. Akkor olyan kis csütörtök, nagy péntek, vagy nagy péntek, kis csütörtök, vagy igen. Nem tudom, mi van ma, de mindesetre nekünk péntek, de majd gondolunk rátok. Igazából. Azt mondjátok már meg, hogy ezeket a táblákat itt mellettünk már megint nem akarják összeszedni. Ezt a rendőrség teszi ki. Az van, hogy itt van egy nagy parkoló a felüljáró alatt, és ezt ki van téve, azt mondja, hogy szeptember 31, vagy nem tudom ilyen, egy napra megállni tilos tábla, de végig volt van. Volt meccs, gondolom azért, nem? Vagy meccs volt, vagy valamit, nem tudom, mit csináltak, hídvizsgálat volt talán, és végig táblázták ilyen kis kitehető talpas táblákkal, hogy itt most megállni tilos, de egy napig, talán október 3, nem tudom pontosan a dátumot, reggel 6-tól éjfélig tilos. Most van 14-e. Hiszen mit hagyták? Nem egyszerűen arról van szó, hogy elfelejtették. Igen, felszedjem én. Igen. Lehet, hogy aki meg volt vele vizemény, megkeresedett a hétvégén egy kicsit, érted, majd betegszabadságról visszajön, és akkor elvégzi a dolgát. Most mi? De ilyen, nem baj. Vagy itt tárolják. Vagy lehet, hogy ez a tároló, de akkor legalább rakják össze egybe. De most úgy van, hogy ugye ilyen 15 méterenként ki vannak téve a táblák, ha parkolni akarsz, akkor közben ott próbálsz beállni. Én nem tudom, hogy ezek nem hiányoznak valakinek. Hát, magad uram, ha szolgád nincsen. Szedd össze, ne várjál. És haza vigyem. Gyerekeknek jó lesz izépályának. Abba címlap lesz. Rákóczi lopja. Biztos, hogy biztos, igen, Rákóczi Ferenc ellopta a köztulajdon egy részét. Mondj, várj, mondj. Omlás veszély van kiírva. Nincs omlás veszély kiírva. Megállni tilos táblák vannak végig.
oda van téve, ahol nincs is híd. Most hiányzott, hogy kiosztan a korára jegyzőt, de most tényleg. Most láttad a kiírva azt, hogy omlás veszély, nem? Az omlás veszély a hídra van írva, Zsülci. Ezek megállni tilos táblák, és az van az alján, a kiegészítő táblán, a dátum, hogy mettől meddig. Ez... A hídra föl nem ugrik, gyerekek, engem ez rohadtul nem érdekel. Akkor ugorjunk, teljes szóval. Most engem azért ezzel az érveléssel meglettél egy picit, Zsőt. Tehát, hogy, igen, tehát hogy nem a hídra fölomlik, hanem a hídról le. Aha. Le kell rakni a táblákat, lehet odállni. Így van. Lehet odállni, igen. Dobd át el az oldalra, itt annyi szemét van, hogy nem fog feltűnni. Olvastátok Fridi interjút? Olvastuk. Én megdöbbenéssel hallottam tőletek, hogy miről van szó. Fix csinált vele egy nagy interjút. Nagyon fura. Biztos megbátorodok, nem mint eddig nem lett volna bátor Friderikusz úr, de ugye a Sixnek a neve biztos, hogy ezt tudjuk, hogy olyan oda mondogatós, ugye Six, és akkor az volt, hogy akkor őnek is oda kell mondogatni. Uh-huh. Olyan dolgokat árult el, ami egyébként magánbeszélgetés két ember között, és, és abból mondott olyan mondatokat, amik hát szerintem nagyon nem korrektek. A Tillával kapcsolatosan, a hajóssal kapcsolatosan, a TV2-vel, ugye nyilván ez volt a fő vezérvonal, hogy ő is ott dolgozott, aztán ugye nem ment Friderikusszal összezárvát csinálni, pedig már csak a műsor címe miatt is ő eléggé kellett volna ebbe a műsorba. Friderikusz Sándor. Tehát, igen, hogy, összezárva mint. Igen, mint egy Zsüllel, akkor megérted, hogy a Friderikusz akkor nem megy be. Igen, kemény volt. Pont tegnap a Tillával töltöttem az estét egy rendezvényen, és igen. Nem, igen. Ez olyan, mint hogyha egy munkahelyen dolgozol a csavargyárba, és elmondod a haverodnak, akivel együtt gyártjátok a csavart, a 8-as anyát, vagy nem tudom, 10-est, hogy hát figyelj a főnök, azért nézd meg megint, mit tudom én, micsoda, mi meg itt gürizünk, majd a haverod bemegy a főnökhöz, és azt mondta, hogy a Kovács Feri, hát csúnyát mondott magára a főnök. Szóval, hogy ez ilyen árulós. Azt is mondta, hogy a lányának is betekernek középre. És igen. Egyébként, ha olyan a lány, akkor ez is érthető. Szóval, hogy ez nem korrekt szerintem, nagyon nem korrekt. De most látom mindenhol címlap. Hát, mindenki perel, meg fenyeget, meg nem tudom. Igen, kemény. Hogy állunk játékkal? Azt mondja, hogy 3-1-re megyünk? Így van, semmi nagy képesség nincsen benne. Nehéz most amiket legyőzni. Tegnap ugye úgy volt, hogy győz a hallgatod, aztán kiderült, hogy mi nem vettünk észre valamit. Egy jó igen. Kikértünk egy csólyom szemet, és akkor így megvoltunk, igen. Hegyes Alom jó járható pocok közé, hogy elküldted. Autóbusz autóba ütközött már most korán reggel Kőbánya alsó vasútállomásánál. A város felé Ádám, köszi. És azt nézem, a játékra a jelentkezés még sok. Nekem is teljes lesz a hétvége, dolgozzanak a madarak. Legalább most én nem vagyok az így egy hallgató. Némi kár örömmel. Hát szegények, akiknek holnap menni kell, az... Egyfajta kegyetlenség. Ja, Istenem. Nézzétek, tegnap néztem egy ilyen főzős műsort a televízióban, és volt egy pillanat, amikor így megállt bennem az ütő. Hogy persze tudom, hogy nyilván, tyúkot is levágjuk, meg meg a csirkéből is csinálunk, becsináltuk, meg semmi gondom nincsen ezzel, de azért mégis így megfogott egy pillanatra ez a mondat. Egy nagyon szép tónak a partján volt, mondtam, nem is a tó partján, hanem a tavon állt egy hajó, és ott főzött a séf. És akkor mondja, hogy ez kell, az kell, amaz kell hozzá, és egyébként meg hoztak hozzá márnát, meg itt van egy szalonka is, és ott volt egy ilyen halott kismadár a kezébe. Aha. De hogy nem volt úgy szép látvány. A kismadárot ilyen ernyetten lógott le a feje a kezéről, és azt mondta, hogy egyébként a szalonkát az erdőhölgyének is hívják, de mi most megfogtuk, és megfőzöm. És mert tudományos ismeret teljesztő egy kicsit. Igen, az erdőhölgy, és ott lógott az a szerencsétlen kismadár a kezéből, és arra gondoltam, hogy egy picit azért megértem, amikor ezeket az olasz vadászok, amely egyébként ráadásul még ilyen talján is volt az illető, azt hiszem, és hogy amikor ezeket az olasz vadászokat megfogják itt a határon, a csomagtartóban, nem tudom hány lefagyasztott szalonkával, hogy akkor azért azt úgy megértem, hogyha egy kicsit úgy dühösek miatt. És ott lógott az ernyett pici madár. Ja, hát az olaszok eszik, ide járnak átlőni. Az hölgyenek is hívják, és megfogtuk, és én megfőzöm. És ott feküdt szegény. Hát igen, ez nem mindegy a körítés, amit hozzáadsz, mert nyilván vadgazdálkodás, meg egyébként valószínűleg, mit tudom én, a szarvas kilövés, meg a vaddisznó kilövés is beletartozik ebbe a dologba, csak szerint igen, nem viccelődsz vele. Tehát, hogy így, nem mondom, jó van akkor. Én eszem múzsa, én valamit elvi okokból nem eszem meg. Én nem eszem cápa úszonylevest például, tehát gyűlölöm, ahogy csinálják, levágják és visszadobják a cápát. Nem eszem madarat, soha semmilyen madarat, mert nagyon sajnálom. Például a fűrtojáson mi a véleményünk, meglátod ezeket a kis picik is. Isten, az a véleményem. Hát előre, hogy eszedbe jut, nem, hogy ilyen.
Ez egy érdekes az dolog. Pontos kaptam, hogy... 40-et. Hát most mit csináljak vele? Hát mit? Költsem ki, üljek rajta. Vagy... Üdvele egy pohárba, és így megfutás. Hát egyébként állítólag az nagyon menő. Fura az ember azért, hogy mentesíti magát. Nem eszel, vagy semmilyen madarat egy csinál. Emberekre mondod azt mondod abortusz, amikor állatokra azt mondod tojásantotta, nem? Szóval, hogy azért fura. Fura, hogy azért minden alól felmentjük magunkat egyébként, nem? Ez egy érdekes párhuzalmat. Mondjuk jó esetben a tojás még a, hogy mondod, a szárba szökkenés előtt. Na jó, csak tulajdonképpen erről szól a dolog. Én fürtőjással nincs bajom, abban nem hal bele a madár, szóval az nem, de egy-két állatot valahogy én nem tudok megenni. Nem eszem nagyon őzgerincet. Lajhárt. Tehát, hogy ami iránt érzek, azt nem nagyon eszem meg. Aha. Madarat például egyáltalán nem. De csirkét igen. Hogyne, ez rohadtul nem érdekel. Tehát a csirke az. Nem. Mondjuk egy fácán levesek illetve. Már a fácán leves is kérdés, ez egy szép madár. Tehát, hogyha valami esztétikumot érzek az állat iránt. Hülye csirke, vagy... nem mondja azt, hogy Gyuri Kasszé. A fácán sem mond ilyet. Anyuka. Tényleg az ápa úszó, hogy mit tudom, hogy csinálják, hát nem az jön. Okay. Én vallom, hogyha minél ott kevesebbet nehéz. Fogyasztunk, annál kevesebbet fognak el, vagy bálna húsz. Tehát ezeket biztos, hogy meg se kóstolná, nem is érdekel. Igen, a cápa úszó, nem viszonylag nehéz elhinni azt, hogy a cápa úgy megvan nélküle. Tehát, igen, és volt, és hát, volt neki valahol egy kalló dolog. Ledobják, levágják, ezt vissza dobják ráadásul. Az kemény, sok esetben. Ez tényleg az. Igen, na csirkével nincs bajom, hát nincs érzelmi kötődésem a csirkéhez valahogy. Aha. Nehéz is kialakítani azt, meg tudom magamnak magyarázni, igen. Na jó van, elmegyünk egy picit hírezni, jó, jönnek a hírek, aztán ha játszanátok, akkor írjatok SMS-t, ha még nem tettétek, a hét utolsó játéka jön, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 3-7 múlt, pontosan 4 perccel. Kérdezi egy hallgatom, hogy láttuk a Star Wars Zsivány 1-es legújabb előzetesét. Nem, de megmutatjuk. Ez a neve, hogy Zsivány. És ő ki a Zsivány? Nem, ő a személy? Én ezt az egészet nem vágom most annyira. Én picitől leestem most. Ez most az eleje, vagy a vége utáni? Vagy, most, vagy ez egy mellékszál? Nem, ez elmondom neked, hogy ez melyik. Ez a... Hát most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani. De azt hiszem, hogy nem tudom. Hát szerintem bejjebb vagyok. Köszönöm. Film történeti korszakon át. Úgy indultunk, hogy 4-5-6. 6, igen. 1-2-3. 1-2-3. És ez akkor az... Most meg volt a 7, ahol meghalt Harrison Ford. Igen, ugye, ez az nem a 7-es. Ez a Darth Vader felemelkedése, amikor ő építi a halálcsillagot. Tehát ez valószínű, hogy ez a 3-as és a 4-es közötti rész lesz. Aha. Nem? Csillagok háborúja Zsivány. Mi az? Hol a Zsivány? Tudom. Hol a Zsivány most? De az a nagy oroként. Hogy ez és ez a Zsivány, ez a rúzs van, ez az? Én nem, már... Vagy a rúzs van, és a Zsivány az most nem ugyanaz. Szerintem igen. Mindjárt megírják. Megírják. Már valaki remegő kézzel gépeli, hogy ezt hogy nem tudjátok. És négy elütéssel küldje el az SMS-t. Előzményfilm, igen, csak azon gondolkozom, hogy minek az előzménye. Én oda tenném ezt, amikor ugye... igen, tehát hogy... Én az első halálcsillagnak a megépítése elé tenném. Aha. Igen, tehát akkor a 4-es elé tenné, de akkor ez a 3-as és a 4-es közé jön. Igen. Ott van, 3-as és a 4-es között. Ki írta meg? Ez az. Megírták? De okos vagyok. Igen. De jó, okos az vagyok. Én sem vagyok annyira hülye, mert... Jó, hát te most már érted, gurultál azon az autón, amit én belöktem, érted? Őszont az anyósülésén és azt mondta, hogy meg lökjed, Bali, lökjed! De levezettem, észérvekkel levezettem, hogy miért a 3-as és a 4-es között. Aztán jó, ez már nem fog változni ebben az 5 hétben, itt csak egy valaki lehet okos. Hát gyerekek, hát most mit tudok csinálni, hogy megint ki tudtam következtetni? Minden megnézzük majd, én se láttam még, de akkor bejátszuk, és akkor hanggalképpen együtt megnézzük. Jó? Ellopják a halálcsillag terveit. Aha. Akkor igen. 3-4. És akkor itt a vége. Úgy néz ki, eldőlt ez az amerikai elnök választás. Kicsit sajnálom, de nem az, hogy nem Trump lesz az elnök, mert nem szeretem őt. Hanem azt hittem, hogy a végéig izgi lesz, de sajnos. Sajnos ez eldőlni látszik, gyerekek. Ja. Sajnos eldőlni látszik. Hillary behúzta. Én őt sem szeretem. Nekem egyik se szimpatikus. De azért nagy dolog ez, hogy első nő. Tehát az... Nagyon az nagy komoly. Dolog, de nem, én nem szeretem a nőt. Egy csomó hazugsággal, önellenmondással keveredett meg. Szóval nekem sok bajom van Clintonnal is. Igen, a második Clinton az első nő. Igen, hát most már ez kijárt a világnak.
hogy egy nagy katonai hatalomnak női vezetője legyen, miért ne? Szóval ezt a nők abszolút megérdemlik, meg nincs ez baj, csak én meg úgy vártam, hogy azért, hogy ez egy kijelezett csata lesz, de most már itt a női zaklatásokkal, meg a republikánus kifordulásokkal most már Trump úgy néz ki, hogy végérvényesen lesz akkor. Vártunk, mi mit vártunk? Hát vártunk néhány még esetleg remekbe szabott hangfelvételt, képfelvételt, igen, korábbi interjút. Szivárogtattak az oroszok. Egy-két mondatot arról, hogy mennyire dögös a lánya, a felesége, milyen volt az első nászútjuk, és mekkora valamit még volt, igen, a amikor így valaki a vállára vert, hogy Donald, szerintem indulj te, akkor neki az nem jutott eszébe, hogy van a múltjában ilyen? Azért nem, Feri, mert ő ütött a saját vállára. Elfadom. Igaz. És azt mondja, Donald, te. Itt az ide. Ennyi. Mutasd meg ennek a szükség Amerikát. Várja, hogy fedd a lapot a másik vállatra is. Igen. Kicsit sajnálom. Na mindegy, hát. Jó, tehát, hogy igen. Sajnos ez úgy néz ki. Úgy lett volna jó, hogy még bár nem drukkoltam Trumpnak, továbbra is mondom. Hogy így van, tehát, hogyha pörög egy kicsit, aztán nyer a Hillary. Így van, hát nem való elnök. Egy bolond. Vagy még egy bolond. Azt hívja, aki nem rúg, sem róg. Hát be, jó, de hát rúzs mennyire jobban szól, hát nem? Hát sokkal, meg hogy rúzs van. Igen. Rúg van, hát ezt mindenki ki tudja mondani. Rúg. Az rúzs. Meg ami az, hogy róg. Igen, annak semmi értelme nincsen. Hát micsoda hülyeség. Hát akkor legyen rúzs. Éven, róg. Rúzs van. Zsivány egy, rúzs van. Ez az emancipáltam változó. Sokkal jobb, így igen. Na játszunk egyet, itt van már a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Robi. Robi vagyok, Debrecenből. Robi, Debrecenből. Mit csinálsz, mit dolgozol? Gyógyszergyártó vagyok. Azt a mindenségét neki. Most végeztem, éjszakás voltam. Éjszaka gyártottad a gyógyszert? Így van. Krémeket, orrcseppeket és minden mást? Tonna szem a kalmópirint. Nedves granulagyártó vagyok. Micsoda nedves? Nedves granulagyártó. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszernek ezt a por részét állítom össze. Ez a vívőanyag? De durva. Gyakorlatilag? Tehát ami összefogja? Ezt a port fogják vagy kapszulázni, vagy préselni olyan tablettára, amilyen réten kell. Kivel játszanál? Kicsit így, igen. Ennyi, nem? Hát amiben nincs több, abban nincs több. De tényleg, nekem ez a dolgom. Hát, lehetne ez terjengősebb, csak akkor nem így szólna. Robikám, mondj egy nevet, kivel játszanál? Feri. Jól van. Jani? Trituban, Fire. Debreceni gyerek vagy? Pontosan Debrecenben vagyok, igen. Hát ennyi. A francba még ne haragudj. Ennyi. Köszönöm, ott volt a kérdés, én éreztem az elején. Robikám, hát miféle indisponáltság ez? Miféle? Ez az éjszakás műszetnek a hátránya. Ez, inkább aludnod kellett volna. Mennél a hajcsizni, mi? Le kell feküdni egy kicsit aludni. Igen. Jól van, figyelj, hát akkor elbúcsúzunk. Jó? Így van, bebuktam. Ezt nagyon jól érzed. Ez valóban ez történt. Köszi a játékot. Jól van, szevasz, Mini. Sziasztok. Hello. 4-1. Szevasz, mi? Mit mondod? Valamit szevasz, milliárd, nem tudom. Valamit, én sem szeretem, de mit mondod? Szevasz, mi? Valamit mondod. Na hívjuk csak vissza azonnal, hogy mi volt ez az a beszólás. Megrágatod az oroszlám ajzát! Te akarod játszani, nem? Hova illik a történelme? Gyerekek, mindegy, megnézzük majd. Jó? Mutatjuk. Mármint a rúzs, én most már csak így hívom. A rúzs vannak az előzetesét. Jó? 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autókukac@klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Klassz FM.
hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek. Már vagy ezerszer hallottam ezt a dalt, de még mindig nem tudom, miről énekel. Itt nekünk egy hallgató esemény volt. De miből? Mindenből. Mindenből volt elég? Igen. A csávójából. Ennyi, vagy a csajából. Csajából, vagy az életből, a karrierből. Hagyja most már békén, szakadjon le róla, aztán hagyja élni. Erről? Igen. Hát látod, drága hallgató, megmagyaráztuk. Megmagyaráztuk neked. Az előtte lévő Green Day szám, meg nem tudjuk, hogy pontosan miről szól, de nagyon jó egyébként. Bang Bang a címe, és a legújabb Revolution Radio című albumukon van rajta. A jó kis tempos, nagyon jó kis nota. Egész jó album lett, és zsírúj. Úgy Green Day van? Na, végre. Végre van jó üzene, igen. Na, azt mondja, hogy hát péntek van, tudjuk, hogy sokan dolgoznak szombaton, de azért mi ennek mégiscsak örülünk, mert nem annak, hogy dolgoztok, hanem hogy... Hanem, hogy péntek van, hát azért ez mindenképpen jó hír. Mi holnap nem vagyunk. De lélekben abszolút veletek, szóval tényleg. Majd mikor átfordulok a másik oldalamra, eszembe jut. Hogy megszeretteted magad. Igen. Rákos egy Baros utca 40-es számoknál gyalogos gázolás, szegény, teljes útzár. Taxis András küldte nekünk. M5-ös autópályán a Bohócnál Budapest felé egy kamion beparkolt az árokba. Ha nem tudjátok, hol van a Bohóc, 42-43-as kilométernél. Aztán azt mondja, az M4-esen Gyömri elágazás, hatalmas baleset. Taki küldte nekünk, és... meghalt Harrison Ford, ma akartam megnézni azt a részt először. Köszi, Feri. Ha? Nagyon szíves, azért már nem új. Gyerekek. Meghalt, megölik, így van, megölik. Tehát aki eddig nem nézte meg, az már mindegy. 83-oson győrszemerek között autózáróból lassan halad a forgalom. Óvatosan arra felé. 10. kerületben a Baros és a Melzer utca keresztezésében baleset történt, KJZ küldte nekünk. Csináljuk már egyszer egy ilyen napot. Hogy mindig mindent elhozunk. Egy rakás filmklasszikust, amiket nem feltétlenül kellett látnia mindenkinek, de hát jó részt már azért mindenki hallott róluk valami két szót, de nem biztos, hogy látta. És mondjuk el a főbb irányokat. Én benne vagyok. Jó? A biztonság. Eleve szerintem ez egy kicsit olyan, mint ezek a Raiders Digest-nak voltak egy ilyen világklasszikusok. Kötetei, igen, 600 oldal, 100 oldalra összezsúfolva, és akkor egy 600 oldalas vagy 300 oldalas könyvben volt három világirodalmi remek. És akkor én nem tudom, hogy ki mi alapján szedett ki belőle 30, 40, 50, 100, 200 oldalakat az eredetiből, de ők ezt így összepasszintották. Soha nem értettem anyukámnak a polcán, én mindig mentem, és akkor így... Nem ért rá mama. A mama sokat mama dolgozott, nem ért. Összes. Igen, és akkor vastag volt, és egy csomó kicsi volt benne, tudom. Igen. Tudom. Richard Edwards volt az, aki mindig ilyen cetliket küldött, hogy mit nyertél. Aztán soha nem nyertél semmi, de mi fizes elő, és akkor nyertél. Vedd meg ezt, és akkor nyertél. A büdös életben... autókulcs meg volt? Igen, büdös életben nem nyert. Elküldték az autókulcsot. Ez az autókulcs, az annak az autónak a kulcsa, amit ő megnyert. Igen, és akkor ott volt benne egy kulcs, és így lehetett így hajlítgatni. Olyan volt, mint hogyha nem tudom, miből készült van, érteni, ilyen kartonból például. Ők mindig megpróbáltak bepalizni az olvasókat, igen. Nagymamám fizetett elő erre, és hát mindig minden héten mondta, hogy mit nyert. Mondom, felejtsd el, semmit nem nyert. Várd meg, mama. Várd meg, amit ezt valóban kitöltik neked, igen. Na, meg belehallgatunk a Zsivány egyes előzetesébe? Nem, Zsivány. De ez még egyébként az egy hónappal ezelőtti, azóta van egy újabb. Következetes, nem Zsivány egyes. Most Rúzs. Tarts ki mellette, jó? A világ káoszba fullad. Birodalmi zászlók lobognak az egész galaxisban. Tessa, ki ez? Hogy? Jim Carrey, nem hallottam. Ha levesszük a bilincset. Csak essünk túl rajta, rendben? Küldetéssel bízzuk meg. Hamarosan egy új fegyvert tesztelünk. A zene jó. Tudnunk kell, hogy pusztíthatjuk el. Ha tényleg belevágsz, veled megyek. Jó. Hallgass a dumákat, milyen rosszak a dumák? Csak a dumákat. Nagyon régóta toborzok már a lázadóknak. Elégették az otthonunkat. Tök közhelyes az egész egyébként. A birodalommal. Mindjárt megérek, hogy megpofálsz bele. Nem félek semmitől. Az erő a mi oldalunkon áll. A százados szerint barát vagy. Meghagyom az életet. Kösz.
Nincs túl sok idő. Jó, ebben nincs több. Nincs túl sok idő. Nincs túl sok idő. Most egy magad éve. Viszont szép. Jó, gyönyörű, hát egy nagyon tudnak filmet csinálni. De most az elején. De valahogy ez most nekem nem kapott el. Hát. Én megdermettem, amikor meghallottam Kerekes József drámai hangját. Igen. Kerekes József nagyon jó, mint Jim Carrey például, igen. De most komolyan, tehát vele kell indítani egy Star Wars trailert. Tehát, hogy... Én szeretem, mint szinkron, nekem nem mindig Jim Carrey. Ha komolyabb szerepekbe hallom, akkor én el tudok attól vonatkoztatni, igen. Igen, a profi végén belmondom, meghal, úgyhogy csak mondom. Nem már! Amikor megy a helikopter felé, és ez a túlvezérelt rendőr hátba lövi. Jézusom, tényleg most jutott eszembe. Ne beszéljünk róla többet. Így is felkavar. Csak mondom. Igen. Sting is játszik benne? Tényleg, de Stinget láttam volna? Vagy csak halucinálok? Nem volt benne Sting? Hát, hogy nem volt benne Sting egyébként. Nem tudom. Mint micsoda lehetne Sting? Mert valami kapitány, de majd megnézi, Jani mindjárt. Sting kapitány. Már miben? A Rúzsban. 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 Sting játszott benne. Ja, Rúzsban. Aztán, a Dünében annak idején játszott. Én azt nagyon szerettem azt a filmet, bár sokan, akik a könyvet kedvelték, azt mondták, hogy rakat kakat, de nekem bejött. Én bírtam nagyon. A Harkonneneket. Viszont a Forrest Whitaker is játszik benne, ahogy látom, ha az ő volt, de lehet, hogy nem. Igen, játszik benne. Na, komolyan, na. Hát, na, tessék. Micsoda találat. Mit elkezel a mikrofon, hogy négy korogja? Semmit most már. Ne mozgasd. Hát, de valami mindig máshogy hát, beszélek, de nekem ez kell. Nincs olyan sprayt, Zsül. Van itt a szájsprayt. Igen, az sajnos évek óta nincsen. Jaj, Istenem. Annyira sajnáltam egyébként, hogy kiderült az Alien sorozat harmadik részénél, hogy Higgs nem élte túl az utazást. Mire gondolsz most? Ja, amikor meghal? Igen, mert a végén a bolygón, a végső megoldás? Igen, és én annyira sajnáltam, hogy amikor lezvontokat azon a bolygón, akkor hogy meghal. Spoilerezzük el az összes filmet, amit tudunk én. Egy filmet látott Feri az elmúlt 30 éven, azt is elspoilerezi. Ez ennyi, gyerekek. Hát végre. Végre tudtam érted menni a filmmel, hogy mi van. Végre valóban tudod, mi történt, igen. Na, egy ötlet a londoni metróból, szeretném veletek megosztani ezt, mindenki elmondja a véleményét, hogy ez jó vagy nem. Határozott véleményem van a dologról, de kíváncsi, hogy ti mit mondtok. Nyilván mindenkinek megvan az a kép, amikor reggel ugye felszáll a metróra, vagy a villamosra, és hát tulajdonképpen tényleg, mint egy ilyen zombi filmben állnak az emberek maguk elé bámulva, üveges tekintettel, még kicsit az ágyba képzelve magukat, és senki nem szól senkihez. Megvan ez a kép? Ezt ugye azért, hogy nagyjából látjuk, aki tömegközlekedett valaha, vagy most is, azt tudja, hát hogy én ezt minden nap látom. Hogy ez ilyen. Ilyen, elbújnál, leülnél, nem akarsz körülnézni, nem akarsz semmit csinálni, csak valahogy beérni a munkaerdőt és túlélni. Van egy Amerikában, Londonba költöző férfi, aki úgy gondolta, hogy szakít az általános tényekkel, és Angliában a metrózás, amit gondolom, ugye tube-nak hívnak, feldobja, élményét teszi, méghozzá úgy, hogy vadidegenek ismerkedhetnek és barátkozhatnak egymással. És egyébként egészen megdöbbentő módon egyébként saját energiáját és pénzét sem féltve kitűzőket és felhívó szórólapokat kezdett gyártani, ami arra összönöz, hogy viseljük magunkon, ezzel jelezve, hogy nyitottak vagyunk a társalgásra. És csinált egy ilyen kis kitűzőt, Tube Chat felirattal, ugye átadt a Tube a metro, illetve egy kitűzőt, amit ha te fölteszel magadra, akkor mint egy fajta tökélyre fejlesztett ötlet, gyanánt, te el tudsz kezdeni másokkal beszélgetni. És akkor a többiek és látják, hogy te egy ilyen típus vagy, aki szeretnél beszélgetni. Vagy. Igen, te nyitott vagy másokra, és rajtad van a kitűző, vidámságot csempészel más napjába, és a Tube Chatet te elindítod, akkor mások is csatlakoznak a Tube Chathez. Zseniális. Beszélgetni, nagyon és megszűnik jó. Ez a szürke, elidegenedett, rideg, hideg világ, amiben élünk. Így van, reggel úgy kelsz föl, hogy kis hideg vízzel megmosakszol, tényleg buzog benned a tetvágy. Megigazítod a kis kitűződet. A kis Tube Chat kitűződet. A Tube Chatet. Alá teszed még a Jézus szeretéget feliratút. Azt nem feltétlenül beszélgethetsz metáról is, vagy mit tudom én, a sátánizmusról, akármiről, te fölteszed a Tube Chatet, mész, és jönnek az emberek, mert látják, hogy oldalra fésüled a hajat, kinyomod a pattanásod, mert általában szerintem az ilyen emberek azok, akik keresik az ilyen lehetőséget. Az oldalt fésüled. Ha már egyébként a kutya nem akar velük beszélgetni, és persze kitalálnak maguknak valamilyen sztorit, hogy. Nem, hogy ő egy jóképű amerikai egyébként, tehát hogy vele nincs baj. De nem ő megy oda, hanem hozzá lehet oda akkor menni. Nyitott a gyomorszája. Valami baj, amit érted? Tehát nem ő kezdeményezi a beszélgetést, ő csak nyitotta arra, hogy kezdeményezzék. Tehát, hogy például, ha én akarok beszélgetni reggel is, leülök véletlenül melléd az 50-esen,
és te egy mufurc csávó vagy reggel, mert a zenét hallgatsz, nem akart beszélgetni, akkor én nem fogok ott feleslegesen próbálkozni veled, mert megnézem, hogy van egy tyúpcseted, nincs, akkor nem te vagy az emberem, te hallgasd a zenét. Akkor én felrakjuk egy olyan jelvényt, amire az előre, hogy nem dumálok tipli. Igen, és akkor azzal viszont te jelzed, hogy abszolút lezárt. Szerintem ez nagyon jó, figyelj, tökre egyértelművé teszi a dolgot, lehet oda menni hozzá. Ez borzalom lehet. Szerintem. Miért? Ez maga a pusztító alpáriság. De miért? Az, hogy inkább lógok orral álltok a metróban, és... Szerintem ezt ilyen, ez borzalom. Nem tudok rá szavakat találni. Nem akarok, tehát én BKV-zni, én nem akarok beszélgetni. Te nekem ne jöjjön oda egy kitűzős csávó, félmosolyogva, hogy akar már feljátni? Miért ne jöjjön? Hát, menjél az, aztán főzessél anyáddal, vagy beszélgessél. Szerintem ez egy borzasztó ötlet. Tehát ez az erőltessük meg magunkat egyébként, hogy beszélgessünk, erről csak az nincs megkérdező, így egy egyébként résztvevő, akihez viszont te odamész, mert beszélgetni akarsz. De nem jöjjön oda. Hát ha te rajtad van ilyen kitűző, te szívesen beszélgetsz. Igen, de én nem megyek oda hozzád, én csak nyitott vagyok, hogy beszélgetni van kedvem. És így állsz én nagyon biztos. Engem ez nem érdekel. Beszélgetsz én nyitottan, hogy mosolyogva rávirágok vele. Forgok vele jobbra, balra. Nektek hány szó volt ilyen, hogy jött, hogy... Ja, senki. Itt állok én. Nektek hány szó volt olyan, hogy a rendezvényen, az utcán, bárhol, családdal, vagyis odalép hozzád valaki, és elkezdi mondani. Balázsorban. Na. Balázsorban. Igen. Balázs nincs itt. Én olyankor mindig azt szoktam mondani, hogy hátul áll, és ez itt a pultnál megyék keresztül. És már keresett téged. Igen, és már vár. Érted? Elkezd. És egyébként lehet, hogy még jót is mondaná, de neked adott pillanatban nincs befogadókészség. De én a saját világomban álltam, amikor BKV-ztem, én ott kapaszkodtam, olvastam, leül mellém egy ilyen kitűzős félbolond, és esetleg azért, mert neki van kitűzője, és azt gondolja, hogy esetleg én is akarnék egy ilyen kitűzőt, nekiállott velem beszélgetni, hát biztos, hogy nagyon-nagyon elküldöm. Tehát, hogy de semmiféle beszélgetési hajlam nincs bennem egyébként a BKV-ben. Nem azért megyek oda, hogy kitűzőknek a szövegét olvasgatod. Hát ezt már látod. Hát ez ismered a tyúpcsát. Jó, de akkor is, tehát hogy érted. Tehát rá van így olvasgatni. Nekem egyetlen kitűzőm volt annak, én az volt rájön, hogy fuck off. De meg ezt veheted föl, hogy nem akar. Igen. Nagyon konkrétan ez volt ráírva. Egy fehér jelvény volt, és ennyi. És emlékszem, meglátogatott minket unokabátyám, aki vidéken élt, és kérdezte, hogy ezt mennyire gondolom komolyan. Hát mondom, nagyon. Bandika, hát amennyire látom. Na, tehát jön és nem akartak még megverni. Mondom, de többször. Tehát jön a tyúpcsetes, tehát tyécsé feliratú, magyarországi tyúpcset, tyécsé feliratú, odafordítja neked. Mint rúzs van. Mint rúzs van, te meg visszafordítod, hogy fuck off. És akkor le van zárva a beszélgetés. Ennyi. Te viszont nem vagy rányitott. Hát szerintem nem kell kísérletezni. Azt értsétek meg a zsenialitását a dolognak, tehát ott én van. Szerintem... Tudom, ez egy szánalmas. Nem, szerintem ezt ilyen kicsit magányos, kicsit ilyen szociopatás jellemekkel megáldott ilyen félbolondok találják ezt ki, akik egyébként akiknek nem tudnak rendesen ismerkedni, és akkor majd most ők azt így gondolják, hogy baromi szar ötlettel jobbá teszik ezt a világot. Már a csetszobákból is kiutálták őket. Igen, soha büdös életben nem akart elő senki beszélgetni, nincsenek barátaik, és egy hülye ötletekkel, mint hogy te majd odajössz hozzám a metrón, akarja jobbá tenni a világot. A világ ettől nem lesz jobb, hogy vadidegen emberek egyébként kényszeredetten beszélgetnek. Lesz, de hogy lesz jobb? Hát a lehetőséget adod meg, hogyha valaki esetleg nem akar ilyen lenni, mint te, hogy gyűlöli reggel az egész világot, és mindenki... Én nem gyűlölöm a világot, de nekem végig kell hallgatnom, hogy ti ketten tyúpcseteltek, szia! De most indítsen egy ilyen beszélgetést, tessék, hát... én vagyok. Vagy ti ketten indítsatok egy beszélgetést. Nekem ezt végig kell hallgatnom. Hát én nem akarom, hogy két tyúpcsetes ott bénán ismerkedve, hogy hülyén elkezd ott majd beszélgetni, mert mind a kettőnek van kitűzője. Feri beszélgetés, vonni, amik egy ilyen, ott állna egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen jelvénye, kécsi felirattal, és felsajtan, és azt mondja, hogy gyerekek, nem fogok beszélgetni, értem. Értem, hogy tyúpcsetes vagy, nem húszál el innen, és hagyjál engem végig. De akkor ő odafordítja. Ez FO feliratú. FO feliratú, hogy meg is vagyunk. És akkor tudjuk, hogy nekünk nincs miről beszélni. Jártam az osztályban, meg osztálykiránduláson, meg általános iskában, mindig az ilyeneket vertük meg, akiknek ilyen ötleteik voltak. Tehát jött, nem? Nem? Ha az elsősorban ülő sokat jelentkező, ő valami ilyesmi lehetett, nem? Hogyan tudnám jobbá tenni a világot? Beszélgessünk a metró. Nem akarok veled beszélgetni. De nem azért utazom.
utazom metrón, hagyjál engem békén, olvasok, el vagyok a gondolataim, leszállok, megyek haza. Ne gyere nekem, hogy csúcsette, hát vannak barátaim. Jó, jó, gyere, gyere, amikor odaérünk, akkor számháborúzunk, megcsináltam már a számokat, nézd, piros meg kék karton, piros meg kék, te piros leszel, vagy kék leszel? Én inkább akkor kék leszel, mindjárt odaérünk, akkor kezdhetjük, jó, egy, kettő, három, ne bújj. Szánalmas gyerekkorod, ahogy látom az osztálytársaidat. Ezek találják ki a tyúkcsetet, tehát az ilyenek találják ki a tyúkcsetet, akitől aztán elkéred a matekleckét, és aztán nem adja oda, meg akire azt mondta, hogy hagyj, segíts már egy kicsit, és eltakarja a dolgozatát, és azt mondja, hogy hagyjál már, én se tudom. Aha. És közben a harmadik papírt kéri ki, de plusz tételt ír még bele. A... Amikor puskázni akarsz, nem segít. A hát az ő tettük az a tyúkcset. Nem jöttél ebben számához húzni, hogy tanuljál máskor, te! Nem segítek! De Puskáskoska, miért vagy szomorú? Mert négyes lett a matek dolgozom. Igen, hát akkor kap be, ha négyes lett a matek dolgozatod, érted? Nekem alig lett kettes. Na, húzzál innen. Ezt látjátok, nézd meg. Miért nem abban gondolkodtok, hogy nyár van 30 fok, és Michel Vágy jön gyönyörű dekoltása, és rá van írva, hogy Tjécsé a mellére. Na akkor rögtön nyitott lennél, mi fogadjunk? Persze, de hogy ez... hogy jön ez? Hagyna, hogy merül lányon ne oda? Igen, elárulod ezt a tyúkcset, ez dolgoz? Szinten, hogy mert megint kategorizáltatok, az történt, ugye, hogy ti azt mondjátok, hogy biztos a félrefésült zsíroshajú pattanásos jön oda. De ezek a nagy mellű dekoltások... A kivételek erősítik a szabályt. Tehát természetesen, hogyha meglátnám például Katát, hogy jön egy ilyen pólóba, érted, és szépen dekoltál, akkor én is feltetném a Sex Machine Number One feliratú. Az F-ot megfordítanád, és a másik oldal. És akkor így látna, hogy mi a helyzet. Aha. Látod, ez figyeljetek, ha szingli lenne. Nagyon gyorsan le tudjuk egyébként ezt tesztelni. Nézzük meg, hogy működik-e. Uh-huh. Sokan hallgatnak bennünket ugye telefonon keresztül, applikáción telefonon keresztül. Kezdjetek el beszélgetni a mellettetek állóval vagy ülővel. És írjátok meg, hogy mi volt a tapasztalat. De ne az, hogy a Morning Show-ban a baliék azt mondták, hanem vedd ki a fülest a fületből, fordulj oda, és... kezd el. Hogy lehet egyet elkezdeni? Mi az első mondat? Á, most egy pasi valahol a hetesen hallgat bennünket, és mellette ott áll egy csaj. Tessék, mindjárt kiveszi a fülest a füléből, odafordul, és mondania kell valamit a lánynak. Szia, nyitott vagyok egy jó beszélgetésre. Jézus. Mert ez pont... Szia, nyitott vagyok egy jóféle kis beszélgetésre. Van-e kedved eme csodálatos péntek reggelen esetleg egy kicsit beszélgetni vele? Segítség, nem kicsit. Nem vagyok idevalósi. Az ott véletlenül nem a budai vár. Amott pedig nem a citadellát látom annak a hegynek a tetején, aminek a nevét mondják. Mondj valami 21. századit, Feri. A metróban vannak. A metróban. Mondj valami 21. századit. Valami fiatalosabb pont vagy. Pont azért kerestem egy olyat, mert ez a kétség. Metrózol. Mert ez a mi kétségünk. Nem, anyával lovagoltunk ki most pónikkal. Ez a mi kétség, a tyúkcsetünk? Igen. Hát de mi, hogy szia? Van kedved beszélgetni? Hát így hangosan fölrög az egész villamos. Hát, így már senki nem indít beszélgetést. Tyúkcsettel nem röhög föl senki? Tehát most értelek, mert aranyosak de nem vagytok, most hogy ennek tényleg kiestetek. Csak ez pont olyan. Nem, csak ez egy szartuma. Hát ez nem életszerű. Hát, mint a tyúkcset. Szia, nincs kedved beszélgetni? Most húztad le a tyúkcsetet 20 percen keresztül, hogy mekkora szar. Jó, de ez nem a magyar metró. Nem, most mondtam, hogy mondjatok egy indító szöveget, hogy ott áll melletted egy csaj. Leveszed a fülest, mit mondasz neki? Hát ez egy teszt, pont ugyanolyan szarral kell indítani, mint a Tjécsé felirata mellett. Nem kell, hát nem kell ilyen szarral, hát tessé, bármivel. A magyar metró nem ilyen, a magyar metró olyan, hogy a néni szól a srácnak, hogy ne jójózzon, aztán pedig az mindenkit megfenyeget, hogy megkéseli, meg eltöri az állát. Na, ez a magyar metró. De egyébként szerintem tök könnyen le tudjuk tesztelni azt a dolgot. Igen. Gyorsan rakjuk össze egy tyúkcsetes jelvét, és Feri meg neked van bérleted. Én utazom, én eleget. Érted? Próbáljuk ki, drága hallgatók. Üljék, egyedül vagyok a kocsival, kivel beszéljek. Szólj oda az anyos ülésre, hát nézd bele a visszapillantóba. Nézd bele a visszapillantóba. Szia. Szia. Van kedved beszélgetni? Van kedved, egyszerre mondtuk. Megy! Ja, ne furom! Ja. Ne utazd sem! Én? Mármint te? Ja, vagy nem? Ja. Összezavarsz. Egyszer mondtuk megint. Százszárom, megint. Ezt is. Na, oké. Nézzük meg, hogy ez hogy működik valójában. Jó, vegyétek ki a fülest a fületekből, és a reklám és a hírek alatt... Toljátok le a gondjátokat. Toljátok le a gyakorlát, és üvöltsétek el, hogy az üvöltsétek el magatokat, hogy az análvonaton nincsen fék. Ez a magyar tyúkcset. Na, és aztán írjátok meg, mit mondtak a többiek. Jó? Tessék.
teszteljük le. Írják, hallgatók, Mizu vidéki vagy? Például egy... Ezzel lehet barátkozni. Oké, nézzük meg, hogy hogy működne ez valójában. Próbáljátok elindítani valamilyen beszélgetést a mellettetek ülővel, állóval, de nem mondjátok, hogy egy rádióműsorban hallottátok, és most azért csináljátok, mert ez egy kísérlet, hanem teljesen váratlanul szólítsátok meg. És aztán írjátok meg, hogy elfordult, nem fordult el, benne volt a beszélgetésbe, elindult, nem indult el, lett belőle valami valódi beszélgetés, vagy egy ilyen félkínos, félkeserves, ilyen kicsit modoros valami, és aztán elsikadt és üvegesen bámultató két irányba. Ha Balázs kérdésére az a válasz, hogy tehát nem tetszik Köcsök Pesti, akkor menjetek egyel arrébb, jó? Hogy nem biztos, hogy jó vége. Jó? Írjátok meg. Jó? Megpróbáltam, gyerekek, amint kértetek, ráköszönöm, csak ennyit mondott, jegyeket, bérleteket. Na, ez már egy jó próbálkozás. Igen. Ez már egy jó próbálkozás. Írjátok meg, hogy mi volt. Bátorság, jó? De nők is férfiakat nyugodtan. Tehát ne csak férfiak nőket, nők is szóljanak oda, vagy szólítsanak meg egy pasit maguk mellett, nem? Most azt mondják, hogy ismerkedni akarnak. Igen, igen, de az még szerintem a kellemesebb forma. Hát, hogy ahhoz egyszerűen nincsenek hozzászokva az ember, már mint a férfiak, hogy egy nő szólítja meg őket. Nálunk nem ez a megszokott. Na, írjátok meg, jó? Hogy mi volt az eredmény. Kíváncsiak vagyunk, és akkor leteszteljük, hogy működne Magyarországon a Tube Chat kitűző, vagy nem. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A reggel. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt. Három. Konkrétan leszakad a mikrofonom, gyerekek. 3:48 múlt 3 perccel. Tessék? Feküdj le a pultra, és megvakant a hangja. Megvakant a mikrofonom, hát nem tudok mit csinálni. Mert ha meghúzod, recsek, ha nem húzod meg, akkor nyaklik. Mikorok, igen. Na, hát ugye, tube test, igen. Tube check. Sokan csak tube checknet hívják. Tube check, igen. Arra beszélgettünk, hogy egy Amerikából, Angliába átköltözött fiatal fiú meg akarja váltani a világot, és tube chat-es kitűzőket akar forgalmazni. Mindenki felveheti ezt a kis kitűzőt, és akkor ha látod, hogy van rajtad egy ilyen, akkor vidáman beszélgetsz. Vagy feljogosít arra, hogy odalépje valakihez és beszélgessél. Mert hogy szörnyű, elidegenedett világban élünk, egyébként ő ezt mondja. Nem foglalkozunk egymással, nem beszélgetünk. De szerintem legkevésbé akar az emberekkel beszélgetni. És elvégeztük ezt a tesztet, megkértük hallgatóinkat, hogy vegyék ki a fülest a fülükből, ha tömegközlekedéssel utaznak, és forduljanak oda az utazó közönségükhöz, vagy hát akivel utaznak, és mondjanak valamit. Aztán nézzük meg, hogy működik-e. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Gábor vagyok. Ciao, Gábor, na veled mi történt? Sikerült? Hát parás volt, de igen. De mit csináltál? Tehát fülesen hallgattál bennünket? Igen, játszottam közben, aztán unatkoztam, és így hát hallgatom, hogy te mit mondtál, hogy ez mekkora baromság, meg hogy ez nem működhet szerinted. Hát így ilyen, amiket mondtál. Na mindegy, és így arra gondoltam, hogy hát most miért ne bebizonyítom, hogy legyen, meg én nem vagyok ambászor a csajok terén, és így úgy gondoltam, hogy megpróbálom. És így kivettem a fülest, lenyomtam a játékot, és így arra gondoltam, hogy miért ne, ott volt három csaj, gondolom mentek suliba, vagy nem tudom, és így az egyik kicsit külön állt, és így megkérdeztem tőle, hogy ismerik-e a Tube Chat-et, és mondták, hogy nem. És ez az én tök jó indító téma volt. És három csajhoz mentél oda? Hát úgy, hogy egy külön állt tőlük, de szerintem együtt lehettek, vagy egy suliba mehettek, na mindegy. És így kérdeztem, hogy ismerik-e ugye a Tube Chat-et, mondta, hogy nem, és így elindult a beszélgetés. Na mindegy, és így hát dumáltunk kb. Egy 10 percet, és így nem tudom, hogy sikerült, de megadta a számát. Köszönöm, uram, a bizonyítékot! Wow. Itt van! Ennyi! Ti megfáradt! Tudod, nagyon lista. Nem számítottam rá egyébként, már nem vagyok egy helyes gyerek, de... Jó csaj volt? Aranyos, tetszik, igen. Uh-huh. Szimpatikus, intelligensnek tűnt, úgyhogy... elvileg ma találkozunk délután. Wow, hogy a füllentés fertelmes bűn? Tudom. De menő, hát akkor még az is lehet, hogy randi lesz belőle. Hát figyelj, ha sikerülni fog, akkor írok egy SMS-t még, hogy sikerült-e vagy nem. Csak a hétfőn dob ránk egy SMS-t, jó? Hogy mi történt? Jó, van. Jó? Jó. Hol találkoztok, azt megbeszéltétek? Nem, semmi. Csak azt, hogyha úgy van, és van kedvem, és bátor vagyok hozzá, akkor írjak rá. Uh-huh.
Tök jó, hát ki ne hagyd a lehetőséget. Semmi kérdés. Hát nem tudom, mennyit vegyek. Ne legyél már nyuszi. Ha oda mertél menni három lányhoz, akkor hát már... de még mindig remeg a kezem. Na jó, de megvan ott a száma. Hát így most van, akkor úgy az övé, hív föl nyugodtan. Persze, nem a sajátját adta meg úgyse. Ez gratulálom. Hanem az anyját. Persze. Az apáját. Gyere ide. Na majd én elbeszélgetek. Mit akarsz a lányomtól? Akkor találjuk ki, mi legyen az első üzenetet szövege. Várjál. Tudod, jó. Már akarsz ráírni? Nyilván ráírsz majd. Hát persze, de nem tudom. Hát szia, hogy vagy? Jó volt a napod, aztán mit tudom én ráére valahol találkozni a belvárosban. Szia, hogy vagy? Jó volt a napod? Nagyon jól csinálod, így kell, intelligensen, visszafogottan, ez az nem ajtós túl a házba. Nábor, ezt egy kicsit turbozzuk föl, mert ez így nem erős. Ez a szia, hogy vagy, jó volt a napod, ez nem, nem erős. Nem. Valami sokkal lazábbnak kell lenned. Igen, legyél egy kicsit lazább. Mi a pálya, itt a rája? Mi a pálya, itt a rája? Na most ilyen a cseti miatt megtapsolt fejbe, hogy a figyelmet, ez egy SMS. Tehát jönni neki egy kicsit táncolni, meg cseti. Hát lehet, hogy csak majd elmondom nekik, hogy ti kerestetek már, mint a témával, aztán, hogy ez majd csak élőben jó volt, Gábor, magadad, ne akar másnak látszani, hogy a biapája itt a rájával. Hogy nézett ki a lány? Hát szőke, hosszú haja volt, hát velem egy magas, talán velem eszű, aztán nem tudom, mit tetszett. Helyeske volt? Igen, ilyen nagyon szép szeme volt. Az jó, na hát akkor ezt neked bevált, de jó. Jól van, ügyes vagy, valóban hangodon szerintem nem. Tehát én elhiszem neked, hát abszolút. Jól van. Hát még mindig remeg a gyomrom is. De helyes, hogy fiatal vagy, ugye aztán 20 éves, azt mondtad? Vagy a csaj volt 20 éves, te mennyi vagy? Hát szerintem ő 20 év körüli lehet, ezt én 27 vagyok. 27? Első barátnő lesz? Nem. Csak szemétkedek. Jó, írjál hétfő, hogy mi volt, jó Gábor? Jó, rendben. Oké, ciao. Hello. Hello. Ciao. Én elhiszem. Úgy tűnt. Igen. Hiteles. Jobb oldalra néztem az anyósult, mellettem beraktam a tankcsapda CD-t, nem próbálkoztam, Tibike, értenek. Igen. Évek óta beszélgetek, a 90%-a szívesen fogadja, mert el tudja mondani azt, ami otthon nem mer, és örül, hogy kibeszélheti. Jó a téma, Ati küldte nekünk. Én egy időben bejáros voltam vonattal Budapesten, napi szinten 4 óra vonatozást jelentett, egy idő után már megelégeltem az unatkozó nyugdíjasok próbálkozását a velem való társalgással kapcsolatban, bevetettem már azt a trükköt, mikor hozzám szóltak, bajosan kivettem a füles, rámosolyogtam és közöttem angolul, németül, mikor, hogy bocsánat, nem beszélek magyarul, abszolút működött, Dóra küldte nekünk. Megkérdezed a lánytól, ez te veszőr pulóver? Megismerem a púpokról. Jaj. Ez te veszőr pulóver, úristen. A busz nagy része műsorotokon röhög. Nézzük egymást és röhögünk. Nem jöhet létre a kapcsolatteremtés. Ági küldte nekünk. Ránéztem a mellettem ülő lányra, annyit mondott, én is őket hallgatom, köszi a lehetőséget. Laci. Megkérdeztem a feleségem SMS-ben, Mizu vidéki vagy? 5 perce magyarázom, hogy tényleg neki akartam küldni. Az milyen Mizu vidéki vagy, kinek akartad? Ez biztos nem nekem akartad. Kivel ismerkedsz? Ó, nagyon jó, igen. Azt mondja, működik, tök jól beszélgettünk, kicsit molotom volt a 11 éves kislány, aki mellettem ült a buszon. Írja nekünk egy másik hallgató. Aztán Baker 2 nőt megszólítottam a buszmegállóban, terhességi testről beszélgettek. Oda szóltam, hölgyeim, nehezek voltak a kérdések. Ezt nem teljesen értem. De István esetében megszoktam már, hogy nem értem, amit ír. Én csak a feleségnek mondtam, hogy nyitott vagyok egy beszélgetésre, elküldött melegebb éghajlatra. Jani küldte nekünk. Odafordultam a barátomhoz, és megkérdeztem, van-e kedve beszélgetni. A válasz látsz rajtam, kitűzött. Látod is, meg van oldal. Jó, nincs. Megszólítottam a mellettem ülő srácot, írja nekünk Zsolt, hamarabb kellett hagynom a társalgát, azt hitte, meleg vagyok, és elkezdett udvarolni. Igen. Kimentem a Baromfi udvarba, nem működik a tyúkcset. Jézus, egy jó úristen. Na jó van, játsszuk egyet, jó, már itt is van a hallgatónk, ha minden igaz. És várjál, egyébként tök igaza van a... Kérd el a számát a Gábortól, a csaj számát. Hívjuk fel a lányt. Hát ez a lényeg, hát milyen jó ötlet. Ne tegyük már tönkre. Dehogy nem. Szóval nem hittél el neki. De... Én pontosan. Kérd el Gábortól a csaj számát, és mondd meg Gábornak, hogy mi egy kicsit megpuhítjuk a csajt, beszélget, hogy milyen helyes ez a srác, és hogy mindenképpen találkozzon vele, adja meg a számot, és mi fölhívjuk a lányt. De Európában nincs ember, aki rólad elhiszi, hogy te ezt a kapcsolatot fogod egyengetni. Hát ne csinálj. De kedveseket mondok, jó lesz, én összehozom őket. Én ehhez értek, higgyetek. Vegyük le inkább a terhet a válláról Gábornak, és mondjuk azt, hogy mi vagyunk Gábor.
Szia Gábor vagyok, közelebb találkoztunk a metron. Jó, azt én megcsinálom ide. Én nem bíztam már. Azon, hogy a Csai is minket hallgat. Ne, mert akkor nem fogja megadni a számot. Nem akarjuk bántani. Adja meg, hogy beszél. Ja, akkor ja, persze. Fölgyúrjuk neki kicsit a lány. Így van. A lány nem hallgat bennünket, mert nem tudta, mi a tyúkcset. A lány nem hallgat. Ja, tényleg, mert nem tudta, mi a tyúkcset. Jó. Akkor hívjuk fel a csajt. Hát... Jó. Addig lejátszuk a mitmondórát, jó? Igen. És akkor utána megnézzük, hogy van-e fejlemény, amíg Gáborból megpróbálja annak kiszedni a számot. Halló? Halló? Gerda! Igen. Szia Gerda, Gábor vagyok. Hello Gerda. Gerda, Gyöngyösöl? Igen. Hát most jelenleg Pesten vagyok, mert suliba Pestre járok, de egyébként Gyöngyösi vagyok. Mit csinálsz Pesten? Mit tanulsz? Tanulok. De mit? Jogot tanulok. Ó, hányadikos vagy? Harmadéves. Ah, akkor még van egy pár. Hát van, igen. Szakvizsga, 3 év, Bojtártól, masszív szívás. Ú, messze van még. Igen, igen. Messze van még, mikor jó lesz, de majd egyszer jó lesz. Hát egyszer biztos. És tudod már, hogy BTK, PTK, milyen jog? Hát inkább büntető, igen. Igen? Igen, igen, igen. Abban van a nagy lóvé. Izgalmasabb is. Izgalmasabbnak tartod. Aha. Jól van, na figyelj, van egy városunk. Jó. Jó? Oké. Okay. Na, így szól, hallgass meg. Figyelj. Sorávjúzamlab. Úristen. Még egyszer. Sorávjúzamlab. Júzamlab. Sorávjúzamlab. Ez a város. Na mi lehet ez? Mutassam még egyszer? Igen. Akkor már kivettünk valamit az ajándékcsomagból. Balmazújvárosban? Jó, jó. Jaj, de jó. Látod, jó. Akkor így nem kerül ki belőle semmi? De. Nem. De. Minden lesse. Hú, nagyon jó. Nagyon örülök. De jó. Soha nem játszottam még veletek, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Szerettél volna már nagyon egy ajándékcsomagot? Hát igen, hát több éve hallgatlak titeket, aztán így most már mondom, eljött az idő, hogy jelentkezzek én is. Minden délután visszahallgatom azt, amit nem hallgattam, úgyhogy már barátom is eléggé ki van tőlem. Tényleg? Mindig azt hallgatom, igen. Féltékeny picit? Há, nem. Csak hogy mindig ez megy. Takarítok, főzök, akármit csinálok, morning show megy. Te ilyen kis házias vagy, hogy takarítasz, főzöl, tényleg? Hát muszáj. Albérletben vagyunk fönn, nem polis vagyok. A pasiddal? Igen. Aha. És figyelj, milyenek vagyunk? Jobbak lettünk, rosszabbak, fejlődünk, stagnálunk. Hogy érzed? Egyértelműen jobb. Most, hogy nyertél egy csomagot. Igen. Mit mondanál, igen, még visszavegy. Igen. Jól van, küldjük, puszi. Köszönöm. Szia Gerda. Hello. Ciao. Szia. Na mi újság? Ja, most beszélsz vele éppen. Jó, akkor elmegyünk hírezni, aztán jövünk vissza. Egy percben pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után mondjuk 16 perccel. Megír az életkedved. Senkinek nincs olyan szerkesztője, mint nekünk. Laci, elképesztően szórakoztató tud lenni, amikor hallom a hangját, és nem tudom, hogy hol van, és egy picit felállásokat, és kiderül, hogy a sarokba. Ül a sarokba. Leül, lecsüccsent a sarokba. Úgy erőt ad, nem? Tehát, hogy úgy azt mondta, hogy wow, most! Bele! Ne, ennyi energiát, ne! Igen. Jaj, Istenem. Na, hol vagyunk? Ja, mit mondott Gábor? Aztán mit mondott Dóra? Mit mondott Dóra? Ja, Gábor? Hogy félti tőlünk a lány, nem akarja odaadni a telefonszámot. Aj, de sajnálom, basszus. Igen, megrohanta volna a hién a falka. Széttépte a ja, mit mondott? Ezt igen, hogy szeretné, hogyha ezt ő rendezhetné, uh-huh. És köszöni szépen a segítséget, de akkor, hogyha esetleg célba érne a dolog, akkor az lenne persze, mert a Balázsék segítettek.
Ja, hogy ezt most akkor egyedül akarja. Igen, ezt ő egyedül szeretné, de hétfőn reggel mondta, hogy megcsörgethetem, és beszámol. Hát vagy pont ellenkezőleg, hogy berontottunk valamint az elefánt a porcából, és szétarcoskodtuk volna az egészet, és vége. És tehát, vége, hogy csírájába eltapostunk volna valamit, ami egyébként tényleg lehet jó is. Igen. Tehát mondta, hogy most ezt ő szeretné megpróbálni, ha nem bánjátok. Jó, nem, persze, nem, már nem akartunk jártani, csak szívesen felhívtuk volna a leányzót, hogy aranyos a Gábor, és higgyen nekünk, és menjen bele a randiba, és menjen el a randira, tehát inkább segíteni akart. De izgul egyébként, nagyon aranyos volt a Gábor, ő nagyon, nagyon izgul, készül rá. Föl fogja hívni a csaj délután. Na jó, van, majd akkor hétfő megírja, hogy mi történt, okker. Köszi, Anna. Gyorsan nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Rákóczi hídon Pest felé 4-es koccanás, egy sáv járható, még nincs dugó, de ha sokáig ott maradnak, akkor lesz. Ez Gábor küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy az M1-es a Budapest felé a 136-os kilométer után autózárokban, rendőr már ott van. Sipirc küldte nekünk. Trafi Almádi van a Veszprémi úton, valamint a Csepeli lehajtó után, igen, a Lánymersíról 3-as koccanás. A belső sávot tartják fel, és hatalmas dugó van. Ezt többen kérdeztétek egyébként. Hogy miért van arra felé dugó? Hát emiatt, mert hogy van egy baleset. Ma is lesz 9 óra után kérdez felelünk játékunk, illetve nem rovatunk, nem játékunk, mert ez nem játék, öcsém, az őszinteség. Szóval nyugodtan gyűjtsétek a kérdéseket. Gyűjtsétek a kérdéseket, mert akkor 9 óra után fel lehet ezeket tenni, és akkor nagyon őszintén fogunk válaszolni, vagy legalábbis próbálunk az őszinte kérdésekre. Mert tényleg jó régen volt. Nagyon régen volt már. Hetekkel ezelőtt, kitelezősen, hogy egyáltalán nem volt. Múlt héten is volt valami dolgunk, ami miatt nem sikerült. Euronix-es kitelepülés volt. Így van, Euronix-ben voltunk. Lement tegnap az MTK meccs simán? Nem volt semmi a kivetítőn? Nem jelent meg semmi? Semmiféle kis meglepetés nem volt? Nem, semmi, és majdnem telt ház volt. Cirka 4500 ember volt az 5000-es stadionban. Hát az jó, igen. 500 volt gondolom VIP. Abból 3000 statiszta, akit oda szállítottak 2000 forintért. Nem, csak 1500. Na, de mi az, hogy egy csapatból hirtelen kettő lesz? Ez hogy van, hogy a B csapat jön? Ezt hát, nem értem. Nem, ez van ilyen. Tehát, hogy van mindig egy B csapat is a profi csapatoknál, nagyon meg egy csapat, és akkor, a B csapat jön el. A fiatalkák vannak. Aha. És akkor most a B jött el, a Sporting B. De ők nem annyira jók vagy? De csak a általánosságban, de hogy nem a sztárok. Aha. De hogy egyszerre két helyen játszott a Sporting, tehát hogy két meccsük volt egy időben, azért az teljesítmény. Nem, azért az ritkán csinálják. Hát csak az irigymirigynek megy. Nem jön el mindenki egy bemutató meccse, az oké, igen, az csak az irigymirigynek megy. De hogy egyszerre két helyen játszik a csapat, azért az ritkán. Tehát a Real Madridról se hallott, hogy játszik egyszer, nem tudom, Moszkvában, meg egyszer mondjuk Spanyolországban. Tehát azért ez ritkán fordul. Már kétlem egyébként, hogy Dajcs Tamásék úgy kötötték a szerződést, hogy úgy szerették volna kötni a szerződést, hogy Sporting B. Hát lehet, hogy benyomták a Sporting A árát, és akkor azt kérdezték, hogy nincs nektek ebből egy biztos? Érted, hogy egy ilyen B, aki olcsóbb. És mi lett az eredmény? 2-2. 2-2, tehát döntetlent játszottunk. Igen. Ezt ilyenkor szerződik, hogy nem ér megverni a csapatot? Nagyon. De mondom, ez ilyenkor finoman az a gyerekek, hogy legyetek kegyesek. Tehát legyetek kegyesek. Tudjuk, hogy nem tartunk ott, ahol ti, de ne bántsatok minket, szerintem így van nyilván. Louis Fibre! Es már, jó. Ki a játékos? Louis Fibre? Fibre. Felipe. Kifejezetten beleszeretem Louis Fiblét. Szilvi írja nekünk, hogy 20 percet vártam, rég izgultam ennyire. Akkor most izgulhatsz hétfőig, Szilvi, mert akkor majd fölhívjuk az emberünket. Ja, hogy arra írta, hirtelen szerintem nem tudtam, igen. Hogy mire írta. Ja, hogy amikor, hogy hívjuk-e a kislányt, hogy hívjuk-e a leányzót. Jó lett volna, szeretek így telefon betyárkodni. Tehát akkor ez most nem sikerült. Na, hallottátok, hogy mi történt Pompejben? Az ókori bazilika romján ugráltak magyarok? Ezt hallottátok? Ezt szerintem ez egy szörnyen primitív dolog. Tehát, hogy így értem hát ezt a kamaszos lendületet meg, hogy bockozunk egy kicsit meg. Ezzel semmi gond nincsen. Mi is csináltuk ezt. Csak hát ugye erről a romvárosról ugye mindenki tudja, hogy írtozatos erőfeszítéseket tesznek évről évre, hogy megoldják. Folyamatosan romlik az állapotuk. Csodálatos helyről van szó. És hát, hogyha valaki látta a felvételeket, akkor azt igen, tudja, mondjuk, hogy miről van szó. Igen. Pontosan. Hát, gyakorlatilag néhány srác, magyar srácok ott turistáskodtak, és akkor azt gondolták, hogy nagyon jó pofa lenne, hogyha ilyen oszlop töredékekre ők felmásznának, és akkor különböző pozitúrákba zsibbadnának bele, úgy csinálnak, mint hogy kung fuznának. Igen, hát a Pompei bazilika romjaira tulajdonképpen ők felmásztak, igen. Mint hogyha ókori görög szobrok lennének. És hát nem örültek annyira neki. Igen. Értem. Olasz lapok mindenki megírta egyértelműen, és azt mondták, hogy sok érte az eltemetett várost, és a magyar turisták viselkedés ékes példája a kultúra, valamint az érzékenység teljes hiányának.
Azért is különösen gáz az ügy, mert hogy nem csak egy egyszerű romról van szó, hanem ugye tudjuk a történetet, hogy ott nagyon sok ember halt meg annak idején. Tehát mondjuk, ha ez egy másfajta rom lenne, amihez nem köthető, talán egy picit megbocsájtó, vagy akkor se szép dolog, tehát nem akarom menteni a dolgot, hogyha valaki mondjuk nem tudom, a pizzai ferdetoronnyal viccelsz, hogy tartod, meg még ha rá is kapaszkodsz, akkor se. Itt ugye van egy olyan dolog, hogy ott emberek untak el a vulkánkitörés miatt nem kevés számban. Tehát valószínűleg ez is benne van, de megint egy bélyeg rajtunk, hogy mi magyarok ilyen turisták vagyunk. Sajnos, ez lemoshatatlan. De szerintem ezt mindenki csinálja, tehát ez egyébként nem csak a magyarokra jellemző, ez most szerencsétlen, hogy erre most pont magyarok másztak fel, és az olasz sajtó most bennünket szít, hogy mi milyen kulturáltanok vagyunk. De ha fölmész a várba, vagy elmész a Hősök terére, hát ott állandóan a szobrokról rángatlak le turistákat. Persze. Meg a várba is mindenki fölül a lovasz szoborra, meg. Tehát, hogy mindenhol mindenki felmászik. Ha kútra, akkor azért, mert az egy kút, és fel kell mászni. A Hősök terén minden szoborról lerángattak, tehát valahogy a turista érzi azt, nem, hogy fel kell mászni valóban, és onnan kell egy fotót csinálni. Igen, hogy legyen egy olyan fotóm, ami nincsen senki másnak. Most hát keresünk egy olasz turistát, aki fölmászott ide. Talán az lehetett, tehát hogy azért vannak nagyon kiakadva, mert a pompei romoknak folyamatosan romlik az állaga, és nagyon-nagyon sokba kerül, és nagyon tényleg óriási erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ez megmaradjon a jövő számára, és hát ha látta valaki ezeket az oszlopterülékeket, hát tudjuk, mi történt az... Pompejben, tudod, azért ott így fotóztatni magad, nem, hogy oda, hogy fölpattansz, és akkor, szóval hogy az egész kicsit morbid. Meg hogyha láttátok ezeket a szobortöredékeket, illetve oszloptöredékeket, ezeken látszik elég magasak ahhoz, hogy ezekre csak úgy fel nem lehetett pattanni. Tehát ott azért kapaszkodni kellett mászni kellett, igen, tolni kellett a másikat, a lábaddal segíteni, stb. Miközben azért, hát nem az igazi. Tehát, hogy nem az igazi. Mert persze van ilyen, hogy a lovaknak a hátára, érted, felugrik a nyerekbe valamelyik király, vagy mit tudom, Szavója ilyen ő mögé, mondjuk azt azért megnézném. Azért az emberes, az egy hogy komolyabb vállalás lenne, de persze van ilyen. Anonymus ölébe, hát hány ilyet láttunk, nem? Persze, rengeteg. Csomószor megtörténik egyébként. Rengeteget, tehát hogy az ember bohockodik nyilván, főleg tizenévesen. Mondjuk ezek a srácok már mindenek voltak, csak tizenévesek nem. De a fiatalos lendület az megmarad benne. Ezért. Hogy nálunk milyen ilyen hely van? Nálunk például ott van ugye a Szabadsághíd. Uh-huh. Hogy arra például most ugye az a divat, hogy a fölmenő ágon oda fölmenek középig, nem akar kimenni a turulhoz, nem akar leugrani semmi, hanem ott ülnek kint. Ami tök egyrészt jó. A veszélyes, B, szerintem nem tök jó. Tehát, hogy nekem az nem jó, zavar. Persze. Hát legyen saját magadat veszélyezteted. Nekem amikor legutóbb kiakadtam egy ilyenen, az Magyarország történt, és pont az említett Hősök terén az ismeretlen katona sírjára mászott fel, ráállt, tehát ez egy körbekerített rész, és azért egy stilizált sír, egy testépítő pár, egy hölgy és egy srác, és úgy pózoltak, hogy gyakorlatilag a síron álltak. És így ők ezt valami eredeti nagyon menőnek gondolták, hát nem biztos, hogy tudtak olvasni. Ez nem. Magyariak voltak. Mikit, látom a fotót egyébként, hogy feszülős pólóban gyúros srácok. Tehát azért ezt így látod, hogy tulajdonképpen nincs mind nagyon gondolkodni. Nem? Tehát, hogy miért mentek oda? Miért a gyúróteremben vannak, vagy korniteremben? Tehát miért mentek el Pompejben? Nem tudták, hogy hol vannak, nem tudják, hogy mi történt. Ráadásul egy kicsi feszülős póló van, 43 bicepszel látható, a piros srác, aki itt áll a szélén, egy kis rövid nadrágban. Igazából teljesen egyértelmű. Na, van egy idegenvezetőnk, Pálma, aki mindjárt elmondja, hogy külföldi turisták egyébként hogy viselkednek nálunk, aztán pedig keresünk majd olyan idegenvezetőket, akik megírják nekünk, vagy betelefonálnak és elmondják, hogy ők, amikor magyar csoportot vittek külföldre, vagy visznek éppen, akkor mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, amit az ő csoportjukból valaki kérdezett, csinált, mondott, vagy hát cselekedett. Szóval ezeket várjuk majd, amikor külföldön a magyar nem tud viselkedni. Szerintem ebből azért lesz sok. Sokféle hozzászólás. Itt van Pálma. Hello Pálma, jó reggel. Csáó. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Mit szóltál a pompai felvételekhez, láttad? Nyilván rémes és idegenvezetőként ezt mélységesen elítélem, de azért magánemberként megmosolyogtuk szerintem mindannyian, csak azt remélem, hogy semmilyen komoly kárt nem okoztak a kis turisták. Sajnos ilyen bárhol előfordulhat, nem csak külföldön, hanem itthon is. Nyilván te viszel külföldi csoportokat itthon, ők hogy viselkednek? Néha hasonlóan. Most nem összehasonlítható egy ókori rom, mondjuk a Hősök terével, de azért sokszor felmásznak ott is Árpád vezér mellé, vagy beleülnek az Anonymus szobor. Hát azt én is láttam, igen, a saját kezem, a szememmel, persze. Fölmásznak az Anonymus szobor, és beülnek ugye az ölébe. És beülnek az ölébe, igen.
simogatják. Jó, nem ugyanaz a kategória, de a Zényi utca és az Október 6-a utca sarkán található rendőrszobrot simogatják. Tehát, hogy azért előfordul. Más most ott a pocakját meg simogatni ugye a csendőrszobornak, vagy fölmászni a romra szerintem. Tehát, hogy az ráadásul direkt olyan köztéri szobor, amit azért is tettek ki, hogy pózolj velem. Nem ugyanaz. Azért mondom, hogy nálunk azért legalábbis Budapesten nincs olyan kategóriájú műemlék. Akvinkumba kimennél, és a vízi orgonát úgy próbálnád beindítani, hogy belepisílsz. Na mondjuk, ugye? Ez körülbelül olyan. Remélem, hogy ilyen nem történik. Nem, ilyen még nem áll. Te leszedegeted őket? Te szólsz nekik, hogy másszanak le? Persze. De sokszor ezt egyébként maguk a helyiek is aktívan előmozdítják, például a Hadik szobornál, Hadik András szobránál a várban. Igen. Ott az a legenda járja, hogy a Műegyetem diákjai sikeres vizsga reményében hát megsimogatták az állat nemesebb testrészét. Látszik is, hogy fényesedik ott előrendesen. És a turisták ezt azért gyakran művelik, mert ez most már szinte az összes turista tudja, és az összes idegenvezető el szokta nekik mondani, illetve a könyvekben is megválható. Igen, hogy érdemes oda menni, és megsimogatni egy kicsit a lónak a szerszámát, mert akkor szerencsénk lesz, és hát látható a szobra, hogy sokkal fényesebb egyébként. Egyes sohát. Csillog, villog. Az a gyönyörűen van, gyönyörűen van polírozva, igen. A japánok furák? Mások, mint mondjuk a nyugat-európaiak. Sokszor azt érzem velük kapcsolatban, hogy... Nyilván egy más, teljesen más kultúrából érkeznek. Igen, hogy ők sosem csinálnának ilyet. Nem csinálnának biztos. Ilyet, de hogy néha olyan, mintha azt se tudnák, hogy hol vannak. De lehet, hogy ha mi megyünk hozzájuk, akkor mi sem tudjuk, hogy hol vagyunk annyira, nagyon. Igen, de hogy ők mindenhol, minden pillanatban 600 fényképezővel mindent le akarnak fotózni, attól függetlenül attól, hogy éppen mielőtt állnak, vagy kell-e fotózni, vagy van-e értelme fotózni, vagy nincs. Igen, hát ők nagyon furák. És hogy viselkednek a magyarok, amikor külföldre viszed őket? Külföldre nem szoktam sokszor magyarokat vinni, de... Nem mered, mit bevallani. De amikor ilyen előfordul, ez majd meghagyom a kollégáknak, akik szerintem számos viccesebbnél viccesebb történeteket fognak, vagy botrányosabbnál botrányosabb történeteket fognak nektek elküldeni. Lehet őket mondjuk így a józan paraszti eszükre hagyatkozva picit irányítani, hogy mit szabad és mit nem szabad, de mondjuk az sajnos egy visszatérő probléma, hogy kibeszélik a helyieket magyarul, mert hát ugye a magyar nem egy világnyelv, gondoljuk mi, és aztán mindenhol találkozunk egy-egy helyi magyarral, és volt már ilyen kellemetlen helyzet, hogy valakit éppen a ruházata alapján becsméreltek, és megfordult, és magyarul. Igen, ebben magyarok sokszor belefuttak, hogy azt gondoljuk, hogy úgy se érti, és aztán magyar van a másik oldalon, és igen. Oké, Pálma, köszi, hogy elmondtad, puszi neked, jó munkát. Nagyon szívesen, sziasztok! Ciao, hello. Na, drága idegenvezető hallgatóink, írjátok meg nekünk, jó, mi volt a legdermesztőbb viselkedés, amit láttatok magyaroktól külföldön? Hogy evett, ivott, mit akart elvinni, elemelni, letörni a szoborból, oda menni, fényképezkedni, egyáltalán hova megy a magyar fényképezkedni, ugye? Hát vannak azért olyan helyek, ahol illik, van olyan hely, ahol nem illik, meg az ember nem keríti hatalmába az érzés, hogy erről most mindenféleképpen képet kell csinálni. Írjátok meg nekünk, jó idegenvezetők SMS-eit, várjuk, hogy viselkednek a magyarok külföldön. 9:30, jövünk a hírek után. 3:09 lesz pontosan, 1 perc múlva péntek van, jó reggelt, hello mindenkinek. 9 óra után kérdez felelek. Bizony, és holnap még munkanap, tudjuk, veletek vagyunk. Így van. Lélekben mindenképp. Mi nem leszünk, de nagyon együttérzőek tudunk. Mi korán kellünk, gyereket viszünk iskolába. Neked is van iskola? Persze, Panyesznál, bár ilyen nem kirándulnak, hanem valami egész napos helye. Valami, így kérdezzétek az anyát. Így is van, de a lényeg, hogy be kell vinni. Nem tudom, mert néptáncos ruhát kellett szerezni meg. Neked? Persze, én megyek be pörge kalapban, és izében fehér hosszúszárú bőgatyában. Bőgatyában. Itt van megjött Feri bácsi! Mája surka, véres úr! Jó, így, de jó. Na, arról beszélgettünk, hogy magyarok randalíroztak az ókori romvárosban, Pompejben, ugye? Nem. Kösképpen nem hatott meg engem ez a történet, de... Ez se, bocsánat.
Tehát majd kicsit az inger. Nem, ma az inger küszöböm nagyon, valahogy nagyon alacsony. Felmásztak, ott voltak, jó, hát igen. Na mindegy, az olaszok is azért elég álszentek. De mindegy, nem is ez a lényeg. Most még azért álszentek, mert macskát is esznek, most ez még dobbás. Tök így van, így egy hallgatok itt, tök igazabban, hogy vannak olasz városok, ahol Nápolyt elönti a szemét, olyan városrészek vannak, nem ajánlott bemenni, megkéselnek, de pár fiatal felmászni néhány körre, és akkor most uha. De értem én, szóval, hogy ezen kiborultak, Pompei mégis csak azért tudjuk, hogy mi történt ugye Pompeiben. Sokkoló, botrányos barbár, ezekkel a szavakkal jelentek meg egyébként olasz lapok. Ebben az a kellemetlen, hogy a rólunk cikkeznek, ugye sose jó azért, ha magyarok adnak az ország imidzsnek, legalábbis ilyen szinten. Hát itt inkább tényleg a tiszteletlenségről van szó. De aztán megállapítottuk, hogy minden turista hasonlóan tud viselkedni, amikor külföldre megy. És írja egy hallgatónk, baromi igaza van, hogy magyarok átlépik a határt, első, hogy esznek. Hollandiában láttam 3-4 emberke, a kirakat előtt felváltva szemezgettek, az egyikük hóna alatt megbújó fasírt. De én ezt imádom. Ez tök igaz, de tényleg is semmi gond nincsen ezzel, én ezt nagyon bírom. De miért van ez? Ez egy valószínűleg generációs kódolás, hogy azt hiszük, hogy máshol nem lesz. Én ezt mindig elmondom, hogy nem az a baj, hogy viszed, vigyél kolbászt, fasírozottat, amit jó szeret. Is az. De ne az utcán edd egy műanyag tálból, vaj, a piros lámba. A kocsinak a csomagtartójában. Vagy érted? Tehát, hogy annak van, az egyiptomi élményt meséltem el mindig. De ezt miért csináljuk? Én nem gondolom, hogy ez annyira ciki lenne, vagy ilyesmi, de hogy én is már számtalanszor láttam, de nem kell messzire menni. 5 km, 10 km csak és a határól valamilyen irányba. Rögtön megállni, és akkor előveszük a hazait. Igen. Mert de miért ott? Mi történik velünk? Mert ott már elszakadás van. Igen, hát az már hiányzik a hazai. Megéhezel. Annyira hiányzik a hazai. Most jöttünk el. Megéhezel is. Halom, itt van velünk egy hallgatónk. Nóri, hello! Szintén idegenvezetőként dolgoztál. Hello, Nóri! Sziasztok! Hello, már abba hagytad? Valóban igen, abba hagytam, egy 3,5 éves kislányom van, úgyhogy most velük vagyok itthon, meg hát valószínűleg nem is fogok visszatérni, mert azért ez annyira nem családbarát szakma. Hát nem állandóan utazni kell, persze. Állandóan, igen, és pont akkor vagy úton, amikor mások pihennek, szóval ez a gyerekekkel annyira nem összeegyeztethető, ezért én most csak visszaemlékezek a megszépült emlékeimre. Na és mi történt? Utasokkal kapcsolatban. Hát számomra, ami a legmegdöbbentőbb volt, és a legszomorúbb is egyben, hogy Auschwitzban többször előfordult, hogy ezeken a tömegvécéken, tudjátok, ott egymás mellett ültek sajnos szegények a vécéken, a vécéknek nem nevezhető kis lyukacskák fölött, és arra ráültek, és ott fotózkodtak mosolyogva. Igen, és szerintük nagyon vicces. Beszekültek a barakokba, tehát hogy Auschwitzban nagyon sok felét csináltak, és így arra tudtam csak ilyenkor gondolni, hogy a jó ég, hát ők nem tudják, hogy itt mi zajlott, vagy figyelni kéne talán a történetet, hogy itt ennek mi volt a háttere. Én saját szememmel láttam az egyik honfitársunkat, az őrök oldaláról Auschwitzban, a főtáborban állt a szögesdurot mögött, belekapaszkodott a szögesdurot, és nagyon kemény arcot vágott. Aztán mondta a gyereknek, hogy álljon oda az őrtorony mellé, és mondta neki, Véluska, miért nem mosolyogsz? Ne, atya úr. Le is fotóztam egyébként őket, megvan a fotó. Atya úristen, és ott pózoltak? Igen. Jézus, igen, vannak helyek, ahol nincs kedved elővenni a fényképezőgépet, vagy nem jut eszedbe, hogy fotózzál, azért ez megdöbbentő. Nem is az, hogy nem pózolsz, mosolyogva egy őrtorony mellett. Hát igen. Mondja, Nóri, mit kezdtél? Határőrösztorim is van például, hogy Angliában ugye nagyon szigorúan veszik, amikor belépés előtt, még ugye a francia oldalon áthajózás előtt ne szálljon ki senki a buszból, és nem menjen senki azokra a területekre, ahova nem szabad. És hát természetesen megláttak egy fegyveres őrt, rögtön oda akartak rohanni, hogy leszényképezkedjenek vele. És hát persze abban pillanatban körülbelül 5 fegyveres őr mozdult rájuk, és majdnem elvitték őket kihallgatásra, hogy mégis mit akartak csinálni az őrrel. Teljesen akkor a vehemenciával vetették rá magukat. Igen, hát tipikus, de szerintem ezt mások is csinálják, tehát hogy ez nem csak ránk jellemző. Igen, egyébként. A magyarokra szerintem, amit ti is mondhatok az előbb, hogy ez a kajapara, ez valami elképesztő. Ezt láttad te is, vagy tapasztaltad? Ó, hát hányszor, hát a múzeumban, hogy májkrémes kenyeret kentek ott maguknak, az alap volt. Én nagyon sokat jártam Angliába, és ugye ott tiltott a fegyverviselés, és amikor elővette a táskájából a 20 centis kést, és megkérdeztem, hogy mégis ez mit keres a táskájában, akkor azt mondta, hogy hát valamivel meg kell kenni a májkrémes kenyeret. Ne, nem mi vagyunk, ne. És volt olyan is, amikor például nem tudta kivárni szegénykém, hogy megálljunk a pihenőnél és ihasson egy kávét, neki nagyon kellett kávét inni, megcsapta az orromat a kávészag, azt hittem a déli bábot látok hajnalba, és kiderült, hogy utaskánk az emeletes busznak a tetején föltett egy tálcát a karpára, arra rátette a kis gázégőjét, meggyújtotta, és
főzte a kocsogos kávén a kávéját. Nagyon jó. Az a baj, hogy Jani ettől kedvet kap. Nem akartam tippeket adni, Jani. Feloldozza minden ilyen hasonló bűne alól az elmúlt 20 évben, és ő ezt természetesnek veszi, és neki ezt tetszik, és azt mondja, hogy de ezt így kell, és mondom, hogy nem, Jani, ezt nem így kell. Elmondták a buszvezetők, hogy mondjam el az utasoknak, hogy ez a busz, ez az emeletes busz 5 kerek perc alatt rommá ég. Tehát, hogy ez annyira veszélyes, hogy az elképzelhető. Most én is nevettek rajta, de akkor úgy elfutott az agyamat a zaklat. Megfőzte a kis kávéját. Hát ő szereti, hogy hát úgy indult minden reggel, és egy kis hazaértett, kis kotyogó. Féltek, amikor én először voltam Nyugat-Berlinben, és megvettem az első Müller rizsemet, akkor még ott az U-bánban megterítettem magamnak, vettem elő kolbászt, kenyeret, megettem, és utána pedig elfogyasztottam a Müller is úgy, hogy a tetejéből a fóliából hajtogattam kanalat. Mentek el mellettem a németek, és úgy néztek rám konkrétan, mint ahogy most néznek a migránsokra. Adtak 5 márkát. Igen, Atya úristen. Igen. Utána az újságot a honó alá csapta, és elment a busz Budia felé, hangosan fütyűrészre. Az ilyen utas ezt csinálja. Jaj, és azt meg hadd meséljem, mert még volt egy olyan sztori is, hogy ugye Görögország, csak a kollégáim mesélték, nem én értem át személyesen, hála jó égnek, de hogy Görögországba utaztak, és ugye kellett az útlevél, mert hogy mi hiába tudunk Görögországba személyével belépni, hogyha olyan országokat érintünk, ahol kell az útlevél, akkor ott kell az útlevél. Utaskánál otthon maradt az útlevél, csak személye volt nála, de ugye az utaslistán ő szerepelt, és ezt nem vallotta be, hiába kérdezték meg tőlem, és úgy gondolta, hogy ő átvészeli a busznak a WC-jében ezt a kis határellenőrzést. És kezdjétek el, hogy a határőrök nem találták. Az utaslistán ott volt, egyébként meg nem volt. Hol lehet? Átkutatták a buszát, kb. 5 perc alatt megtalálták a WC-ben az elbújó nőt, és majdnem a kollégákat vitték el embercsempészetért. És miért bújt el a WC-ben? Hát mert át akart menni a határon. Nem volt már a útlevél. Itt tartunk. És gondolta, hogy azt megbújik, Marika, és majd... Marika, hogyha... nincs itt a szemét. Ja, Istenem, ott a budi. És Marika elbújt a budiban. Marika, még ezt talán. Itt vagyok, itt, Marika. Hallom, hogy itt vagy. Úr is csak ki. De figyelj, ez a magyar lelevényesség. Szóval persze, irány a budiba. Ügyes volt nagyon. Kérdezed, amikor rányították az ajtót a határ, hogy kis ott ül. Atya, úristen. Na jó, én nem csak vagy egy idő után ezt abbadja az ember. Szóval, hogy ehhez idegállapot kell. Nem, bele lehet tényleg fogadni. És most mit csinálsz majd, ha gyerekek után visszamész dolgozni? Hát most van egy kis vállalkozásunk, és én abban dolgozom meg. Bababarát dolgot csináltunk, egy bababarát műköröm szalon. Akarok reklámozni. Bababarát műköröm szalon. De nem a babának, ugye? De nem a babát. Nem a baba kapja a francia manikűrt. Babysitter vigyáz a gyerekekre, amíg anyukának szépül a körme. És ez a saját életemből indultam ki, hogy én nem tudok a kicsiktől sehova menni, és még a körmöm se lehet szép. Menő. Ennyi. Nagyon jó ötlet. Nóri, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. Szép napot. Hello. Májában éltem, ott vezettem néha magyar csoportokat, elvittem őket egy öbölhajózásra fel északnak, Miami Beach, North Miami, Aventura, Hollywood, stb. Nyilván ez nem az a Hollywood. Csoport 5. napja volt már Floridában, megszólal egy középkorú férfi. Igazad van, drágám, tényleg a nyugati parton vagyunk. Menjünk ezt. Ez egy ártatlan, de nekem ez bejön. Ezek kárt nem okoznak senkinek. Igen. Legutóbbi élményem, hogy magyarok az Angyalvárban vedelték a pálinkát naturakvás üvegből. A szemetet dobálták le a magasból, hogy mennyi idő alatt esik le. Lemérték. Istenem. Nagyukat rögtek, hogy ez mennyire vicces. Tehát szégyeltem magam. Az a baj egyébként, hogy nem érted, hogy ők mit keresnek ott. Tehát, hogy ez alapján viselkedés alapján. Hát olcsó volt. Eljutottak. Ja, meg ha már ott vagy kint, tudod, akkor csak megnézed. Felajos érdeke, mikre a Hadrianus, Hadrianus császárnak a síremléke. Nem, Angyalvár, ott nem kell sokat menni. És akkor mentek. Mikor egy kupon. Igen. Jó, gyerekek, legyünk őszintén, én is szorultam már bele a 0-ás kilométer kübe, már nem én írja egy hallgató. Nem voltam szomjas. Jó, persze, csinálnak ilyet olaszok is. Olasz diákcsére srácaink sáros bakancsal a parlamentben ültek az aranyozott ablakokban. Tehát, hogy szerintem azért ez nem csak ránk jellemző, hogy nem feltétlenül tudunk kulturáltan viselkedni. Jó van, mutatjuk meg, mi a beugró, a hármas ugrásra? Persze. Mutassuk meg, figyeljetek. Jézus Isten, ez az utolsó, ez hogy talált, és kitalálta?
Görög buszos út mögöttünk ülő 50-60-as papa este 9 körül előkapta a villanyborotvát a buszon, megborotválkozott, majd levágta a körmeit. Nem hittem a szememnek. Hát hogy már úgy érkezzen, megérted borostársát. Úristen, de jó! Jó, ide szeretem. Ne viccelj már, mi? Hát milyen véleményt alakítanák már ki rólunk? Igen, Anna írja, hogy Tunéziában hallotta reggel ezt a beszélgetést. Reggeli közben. Tunézia tagja az Európai Uniónak. Azért, amikor tényleg. Szóval azért ez gyönyörű. Figyeljetek, de Magyarországon is lehet látni egyébként csodálatos dolgot. Sok évvel ezelőtt történt már, de tényleg nem fogom elfelejteni, amíg élek. Családdal azt látok, hogy egy másik család egy kis Balaton melletti múzeumban áll egy sír felett, és szurkolnak a szülők Lacikának, hogy sikerüljön beledobni a 20-ast a koponyának a szemébe. Várjál, sikerült? De milyen koponya, vagy hogy? Volt egy sír, tehát hogy ott ugye konzerváltak egy sírt, és az ott kiállott a helyen belül, ott volt. És ott feküdt egymás mellett, gyakorlatilag egy családnak a csontváza. Apa, anya, gyerek. Nem, és mondta, hogy ez nem igaz. Lacik azzal szórakozott, hogy egy 20-as megpróbált beledobni a szemébe. A koponyának is. De várj, és apu kivette, belépett a sírba. Ne, az a baj, nekem ez kicsit tetszik. Szerintem tudom, hogy beteg vagyok, de én ezzel röhögök. Igen, na mindig, menni fog. És bedobott? Bedobta? És így álltunk, és így nem hittük el. Tudod, így ott voltak, ők még egy vadon család, és így nézni. Igen. És szerintem ők azt hitték, hogy szurkolunk. Baj vagy, amikor elmentek, kifordultak a sarkon, egyet te is dobtál. Igen, és jobb vagyok, mint Lacika. Igen. És azt például a levegőbe csapta, és azt kell. Csont nélkül! Na jó, 2 percre pontosan 9 óra. Kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, úgyhogy ezzel zárjuk a hetet, jó? Interaktív 20 perc. Ami rólatok szól, drága hallgatók, beszélgessetek, kérdezzetek tőlünk. Nyugodtan, amit szeretnétek, mindent megválaszolunk, amit megtudunk, de ne 9 óra 20-kor küldjétek majd a kérdéseket, hanem már most, hogy tudjunk rá válaszolni. Ez lehet filmszínház, muzsika, 10 percben, bármiről szeretnétek megkérdezni, milyen mindenről elmondjuk a véleményünket, jó? 1 perc alatt 9 óra jövünk a kérdésekkel és a válaszokkal a hírek. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Morning Show! Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan. 14 perccel, hello mindenkinek. Hát a régi Robi, milyen jó kis Robi volt. Jó Isten. Én nem értem ezt az embert, komolyan mondom. Tehát, hogy ilyen dalokat tud írni, mindenki ezt várja tőle, imádják az emberek, és nem, egyszerűen nem akar valamiért. Biztos vagyok rá, vagy biztos vagyok benne, hogy képes rá, de valamiért nem akar egy olyan albumot összehozni, ahol 10 ilyen szám van. Hát meg, ilyen tempójú, lendületű. Megvilágosodott. Ő most már ezt nem szereti, már más stílusban gondolkozik. Ezzel pénzt megcsinálta, szerintem megvan. Már Tigris mintás alsógatyás sincs? Szerintem már az sincs. Tangályos? De nem az igazi Robi. Hát az, hogy ihlet nincs, nem? Szóval, hogy... Hát megírja neki valaki, hát profi dalszerzőkkel dolgozik, megírják neki, vagy megírnák neki szerintem. Nem tudom. Lehet, hogy velünk van a baj, hogy mindig mindenkin a régit kérjük számon, igen, nem? Ákostól is mindig azt vagyunk. Kérdezzük, hogy... Mert hogy a régi jobb volt. Hogy a régi jobb volt, így van. De Ákos még állandóan ilyen lassú számokkal jön elő. Állandóan ilyen múltba réved, meg a jelenbe réved, de a révedésen van a hangsúly. Nem, vele most azonban egy lassú dalokat ír. Igen. Szóval vele lassú dalokat ír. Nem tud már gyorsan gitározni? Vagy ez miért van? Megöregedett lassú, ne. Hol a telefonom, gyerekek? Nem mi voltunk. Na, gyorsan nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Olyan nyomott idő van, megőrülök egyébként. Annyira érzem magamon, nem, hogy ilyen... Tehát nekem már most hiányzik a napsütés. De tényleg, pedig most volt nyár, még hol van újra, amikor majd sütni fog a nap. De hogy ez így...
Nem lesz ez így jó. Valaki csináljon valamit. Laci szerezi egy kvarclámpát hétfőre. Ez lesz. El fog menni szoláriumba, nem tudom beszélni. Én most nem látom, hogy jövő májusig ez hogy fogjuk túlélni. Figyelj, egy ilyen hordozható szolid szerzünk neked, ide fogjuk állítani melléd, és így két szám között kapsz majd egy ilyen, ezt a fényterelő, ilyen nyaki gallért, tudod ezt is? Berakod ide a nyakadhoz, és akkor alulról is süssön egy kicsit barulján a nyakad is, és így fogsz itt üldögélni. Az vagány lenne. De az miért nem? Ha ad egy kis hőt, meg egy kis meleget, meg a boldogság érzetemet növeli, akkor rendben van. Baleset a 47-esen Szeghalom előtt, három autó az árokban csékülte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán... mindjárt vált a gépem, és akkor tudom mondani. Elmőtt és Újhartyán után Budapest felé kamion az árokban ugrott, gondolom egy órán belül dugó lesz. A mentés miatt finta küldte nekünk. Gyufa nagy rumli van a 4-esen? Kérdezi Süsü. Ez jó. Ha gyufa megírja, akkor azonnal válaszolni fogunk. Lassíts, felkiáltó jele, jött egy másik SMS. M1 Budapest felé a 33-as körnél kamion és személyautó a leállósában. Kicsit belógnak a külső sávba, veszélyes lehet. Vigyázzon mindenki. Rákóczi hídon Pest felé 4-es koccanás. Egy sem járható, még nincs dugó. De ha sokáig ott maradnak, akkor lesz. És az M7-es 132-es kilométerénél két kamera mindkét irányban. Úgyhogy vigyázzatok. Abdul küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük, Abdul. Megtanultad a nyelvük. Van, egészen jól írta. Egészen jól írta. Balázs, mezőtúrás süt a nap. Hát ez jó. Hát ennek örülök. Irány mezőtúr. Menjünk el mezőtúra. Na, nézzük a kérdéseket? Jöhetnek. Persze, jöhetnek. Hajrá, csináljuk. Add, nyomjad, lögd. Valaki csak annyit írt, Ákos, ne írjon több fost. Gyerekek, hát Ákos írja oldalokat is, szeressük, ne bántsuk. Mántották őt elegen. Ne bántsuk. Na, sziasztok, ismét Ivet vagyok. Van valami fétisetek? Ha szeretem szagolgatni a földet, az nagyon gáz? Nem. Kérdezik, a földet? Ezt én is hallottam. Föld szagra, igen. Már nem én, hanem hogy... Már nem te, hanem Anett például. Nekem ilyen különlegesebb nincsen. Egyébként Ivet kérdezte. Ilyen nincsen. Azt tudom, hogy a János női cipőket szagolgat előszobában. De ezt mondtam, hogy nem mondjam el. Is tovább. Ezt nem mondjam el. Többször megtaláltalak már idegen előszobákban. Leszökve. Nem szagolgattam a cipődet, nem? Már mindenki az étkezőben fogyasztott az ebédet János vendégségében, még mindig szagolgatta a cipőket az előszobában. Ne, ilyen különösebb egyébként. Én nagyon-nagyon szeretem a friss műbőrnek az illatát, de csak akkor, hogyha van rajta egy pokolgép jelvény. Csináltok még retro napot, míg bezár a bazán? Persze. Szép napot kérdezi Évi. Azt szerintem ki is tűzhetné jövő hétre egyet. Nem, az ilyen október közepe, pont ez a nyamvat, ha ugyanilyen idő lesz, ez csak földob. Jó, benne vagyok. Hogy a DJ Oti lemezszettje? Hát lehet, hogy szerződést bontunk. Elég volt, nem menedzselem tovább. De ezt, hogy nem válaszol, igen. Nem válaszol, igen. Nem nagyon jön. Sok pénzért, sok tényleg. Pénzt kér, most drága, mit? Körülményes. Nem, valószínűleg. Most kellett így elszállnia? Nem. Picit úgy érzem, hogy elszállt, úgyhogy valószínűleg szerződésbontás lesz, jó, a vége. Dobd a francba és gyere te. Mint Bali. Még egy utolsóra lehet, hogy meg tudom hívni. Jó, ki a másik, érted? Mi tudunk helyet. A DJ Oti volt a legnagyobb. Oti nem lehet teljesíteni. Oti Ibiza királya. Oti nélkül nincs retro set. Jó, valamikor lesz egy énapos ünnepünk, előtte csináltunk egyet. Jó, de most jöjjenek a kérdések. Jó, csak próbálom a dátumot belőni, hát nekem egyeztetnem kell Otival, hát higgyétek el, ez nem olyan egyszerű. Biztos, hogy nem egyszerű. Hát nem, hát ezért ez egy komoly dilemma. Mi lenne, ha csinálnánk egyet 28-án? Jó, de nem mondd meg neki, hogy ez az utolsó partija, mert akkor nem vállalja. Akkor te már nem vagy, nem? De, nem? Nem. Mikor megyek? Hát ezt mondom. Ja, én reggel már elmegyek? Hát én hova mész? Hát én nem tudom, én még nem láttam, hogy hol megyek. Hova mész? Mész a levesbe? Te is. Nem, levesbe nem. Remélem, ahova te is, csak te később jössz. Én később, húha. Én korábban megyek. Hát ugye holnap elmondhatjuk, holnap végén van a Barcelona. Há, persze. Ja. A Barcelona persze. Játékunk. Ugye az volt a nyereménye a kis hallgatóinknak, hogy még Barca ebből még lehet velünk. Retro nap, mert ugye sokat nem beszélünk a retro napon, csak zenélünk. Hadd szóljon. Én meg vagyok nélkül. Jó, de akkor, no, akkor október 28, megpróbálok leszerződni vele. Jó, nem jó. Ígérem, megpróbálom. Jó. Na még egy kérdés, aztán menjünk. Figyelj, ez a csináltok még retro napot? Hát ez az a kérdés, hát muszáj volt ezeket meg. Igen. Gondoltatok már, hogy valami nyereményjátékot indítsatok, ahol nem autót lehet nyerni, hanem egy napelemes, napkollektoros, hőszivattyús rendszert, vagy vastag hőszigetelés lehetne nyerni egy családnak? Persze az autó is nagy segítség, csak eszembe jutott. Aha, nem rossz, ha van, aki felajánl, szerintem még simán meg tudjuk csinálni. Ezek sok 10 milliós tételek, vagy hát sok milliós tételek, drágább, mint az autó.
Az autó után ez volt a második. Janitól szeretném megkérdezni, hogy hol talált szponzort, amikor kiadta a könyvét. Istenem. És hogy indult neki, min írta? Házaltam vele, meg kikerestem az összes könyvkiadónak a nevét, címét a telefonkönyvből, és aztán az első 10 oldalt bevittem belőle, és addig ott maradtam, addig nem voltam hajlandó elmenni, meg el nem olvasták. És aztán egy negyedik, ötödik kiadónál azt mondták, hogy oké, megvettük. De kész van a várak, csöcsök, krémesek? Persze. És nem is szólsz? Az első 10 oldal. Az én is a csöcsök. Ilyenkor olyan kíváncsi lennék rá egyébként, hogy Gyöngyi, mit látott vajon a boltban, amit a te könyvednek gondolt? Tehát a csöcsök, várak, krémesek. Az Jack London volt, amit lát. Jack London, igen. De hogy alapján, hogy Gyöngyi, mit? Nem, nincs mit láthatott? Nincsen könyvem, sajnos. Gondolkodtam már rajta, hogy kéne írni egyet. Gyerekverseket. Ez mindig fejlődik. Gyerekverseket nagymelű mangapornokra ábrázolva. Majdtól kérdezni, mi a véleményed a Theta Healingről? Most indult egy 3 napos tanfolyam, gondolkozom, menjek-e. Gabi, fontos lenne, hogy választ kapja. Köszönöm. Gabi, ne az alapján döntsd el, hogy most én mit mondok erről. Hát menj el, próbáld ki. Így van. Meg hát tudod, hogy kicsi a tét. Így van, hát így van, tudjátok, hogy a kicsi a tét, akkor ugye tudjátok, hogy a kedvünk sötét. Hát figyelj, annyi minden van már, hallottam erről a rendszerről, meg olvastam róla egy-két dolgot, nem tűnik túlságosan konkrétnak. Van egy nőci, aki tulajdonképpen a saját személyes felépülése alatt leírt egy rendszert, ahogy ő meggyógyult. Uh-huh. És akkor ebből lett egy ilyen mozgalom, és elmondta, vagy leírt, hogy a mindenség teremtő erejével hogy lehet kapcsolatba lépni. De nekem például ennél az agykontról egy kicsit konkrétabb, ez a test és a lélek fejlődése, hát nem tudom, 3 nap nem sok az ember életében, el kell menni, meg kell nézni, engem nem győzött meg, amikor olvastam róla. Hát meg okosan kell utána olvasni, utána kell nézni a dolgoknak, mert például az Egyesült Államokban hatalmas keletje van, vagy hatalmas divatja van az olyan könyveknek, ebből rengeteg per is lett aztán, meg óriási botrányok, amikor valaki ugye ilyen állítólagos meggyógyulásokra, felgyógyulásokra, felépülésekre való hivatkozással felépített egy rendszert, és akkor írt egy könyvet. Iszonyú nagy siker lett, az emberek vitték, mint a cukrot, mert hogy mégiscsak itt egy csodálatos felgyógyulásról volt szó, és olyan következménye volt ennek a rendszernek, az kiderült, és semmiféle csodálatos meggyógyulásról szó nem volt, de még betegségről sem. Igen. Úgyhogy így észre, mert hát egy rengeteg ilyen van. De azt gondolom, hogy 3 nap nem van, azért mindent el kell menni, ki kell próbálni, csak el kell nézni, igen. Milyen bort ajánlasz, Bari? De jó vagy! Ez az. Még mindig a rozé, vagy most már így ősz, jön a hideg, egy kicsit vörösre rámész. Tegnap viszkit ittam. Na, akkor? De otthon egyedül. De mondtam, egy rendezvényen, ott megkóstoltattak velem valamit, és akkor ezt gondoltam, hogy ez nem maradhat abba. Jó ezt nem, hogy nem lehet ennek itt vége. Igen. És akkor hazamentem, és akkor még megittem egy kis viszkit. Ittem egy kicsit, nem volt baj. De válaszolhatna konkrétabban is a 2016-os vínóbár miatt. A vínóbár milyen, ez jó egyébként, igen. Ajánlatok sorozat a gyerekek. Minden sorozatot végig nézem, amit ajánlottatok, az összes nagyon tetszett, most kifogytam, kérdezi Laci. Hát, ez egy érdekes dolog. Én most a Narcosnak a második évadját kezdtem el, az nagyon jó. Meg van egy Black Mirror nevezetű kis minisorozat. Ódákat zengenek erről. De nem néztem még meg, hogy ez milyen lehet. Nem tudom még. Állítólag szenzációs. Úgyhogy azt nézzétek meg. Kismama vagyok, arra lennék kíváncsi, hogy ti lendő apaként ezt az időszakot hogy éltétek meg. Puszi, Noémi. Hát mi nem voltunk kismamák, de én imádtam. Én, ahogy a béka áldott állapotba került az elsővel és a másodikkal is, én nagyon szerettem. Mert nekünk nem volt nyűg, vagy neki nem volt nyűg, bocsánat, tehát nem volt hányás, meg ilyenek. Én valahogy, ugye nyilván arra kérdez rá, hogy sok kis papa ilyenkor pánikba esik, hogy úristen, mi lesz az eddigi életemmel. És nekem ez például tökre nem jött el. Én nagyon szerettem és nagyon vártam azt, hogy végre ott legyen a gyerek. Nálad volt ilyen, hogy behúztad a készülféket, hogy úristen. Hogy? Hogy van ez a kispapa pánik, amikor nem tudod, hogy milyen lesz apának lenni. Én most se tudom. Azt még én is, hogy jól csináljuk-e, ugye ezért szoktam mondani, hogy próbálkozunk, majd lesz valahogy. De bennem ilyen reményelteli várakozás volt, de nem volt pánik. Hát, nem volt pánik. Nekem csodálatos időszak volt. Ahogy aludtál a füldugóval. Nem, a hatalmas dudák, és az se zavart, hogy passzív. Nem zavart, hogy passzív? Nem érezted úgy, hogy valaki mindig néz? Nem volt ilyen érzés? Mutatom.
Maradj így, maradjon meg ez. Jó, ezért nincs webkameras. Hogy lehet ekkora? Kemény. Feszes. Nekem az valahogy nem. Nem? Nem találtam benne semmi jót. Mindig azt éreztem, hogy valaki figyel. Szent meggyőződésem volt, hogy őben tudja, hogy mi mit csinálunk, és ettől valahogy úgy bemész oda, ahol ő ott lakik, és betörsz a kis házába, és engedély nélkül igazából csendháborítást, és nem tudom, mit követsz el. Szóval egy idő után azt mondom, hogy nem, én inkább türelmes vagyok. Fújra bányászok a farkasjuki tárnában. Én azt gondoltam, hogy nem. Ezt nem nekem találták ki. Igen, mam! Szóval nem, az valahogy nem. A nullponti energiáról, UFO-król beszélsz, Balázs. Hogy felfaljuk a bolygót. Nem üteszed be, hogy... Nem lehet ez az utolsó kérdés? Bocs, hát hozzád nem nagyon jön. Most mi az Isten csinálja? De jött. Na, mondd, olvasd. Azt mondja, hogy az első fel az neked szól. Azt mondja, hogy hello Balázs, álmokkal hogy állsz, illetve pár spirituális jellegű könyvet tudnál-e ajánlani. Ezt mindjárt mondja Balázs. A másik pedig az, hogy Jani, édesapja tényleg az egykezes súlyzót használt a kéménytisztításra? Ezer éve mondtad egyszer. Így van. Felment, rákötött egy ilyen zsinort, aztán pedig bum! Elengedt, és mindent áttört. Tehát, hogy gyakorlatilag már... De ez tök praktikus. Egy nagyon jó egyébként. Ugyanolyan, mint a kéményseprőknek a nagy vasgolyója. Az egykori Ganzmávagó esztergáltat a 12 kilós egykezes kézisújzó, mind a mai napig megvan, arra kötött egy hosszú spárgát, és aztán pedig... Ledobta így a mert nem a pincébe végződött ugye a kazán mellett, és gyönyörűen működött a dolog. Csak aztán mondanék a kéményseprő, hogy pardon úr, ez persze majdnem, hogy szakszerű, de mégsem, hogy nem biztos, hogy használ annyira így a kémény nekik belülről, hogy inkább ezt ne erőltesse, bízz a szakemberekre. Jó, és most a spirituális könyvek. Parancsolj. Köszönjük. Spirituális könyvek. Bali, hova jársz telefonszervizbe? A Smart Cleaningban. Mi volt a kérdés? Most már semmi. A velé. Mi történik igazából? Elvégeztem a TÉDA tanfolyamot, nagyon durva működik. Jobban, mint az agykontroll, nem csak 3 nap, az alapokra elég. Marcsi küldte nekünk. Hát ez szerintem játszunk. Kicsi. Maradj len. Na, lesz disznóvágás, fiú, kérdezi ezt. Jó a kérdés, rajta vagyunk. Képzeljétek el, hogy úgy néz ki, helyszín is van. Úgyhogy úgy néz ki, összeáll a dolog. Szerintem novemberben lesz majd, amikor megjön a hideg, ugye? Még november 19-e előtt szeretnénk ezt megcsinálni, úgyhogy alakul. Disznó van, csapat van, disznó hely van. Így van, alakul a helyszín, beszéltem a szélszesekkel, úgyhogy megyünk előre. Felszerelés van, úgyis megzabáljuk az egészet a hallgatókkal együtt, tehát nem is kell ott a nagyon ilyen kolbászgyúrásban gondolkodni, bár én azt hiszem, hogy ilyen látványnak azért csinálunk egy pár szállal, tehát aki még nem látott ilyen hagyományos kolbásztöltést, az is kicsit szórakozhasson, tanulhasson, de egyébként meg az egészet szerintem meg fogjuk ott sütni szépen fokhagymásan, fűszeresen. De jól szól. Friss fehér kenyérrel, ropogós héjjal és gyönyörű kovászos borkákkal mellette, vagy csemegével, amit akar. Hú, nagyon jó lesz. Hagymás vérek reggel, rántott, vagy hagymás máj, tehát ilyenek. Jól szól. Bocs, Jani. Kérdésem Janihoz, egy-egy adás alatt kb. 30-szor beleszöved a mondataidba, ahogy így szófordulatot, hogy így miért kérdem szeretettel kérdezi Eszti. Eszti, valakit ez zavar, mint például téged, valakit pedig azt, hogy is hívják azok, vagy azt mondom, hogy izé, vagy őzők, valakit meg az egész létezésem zavar, hát valahogy majd csak túlélem, de igyekszem ezekre a dolgokra odafigyelni, és majd megjavulni, vagy javulni. Vagy, de hát, hogy így? Hát, hogy így, hogy is hívják. Szólja meg, vagy. Készüljön, parancsolj. Spirituális könyv. Nullponti energia. Nincs. Nem tudom, most hirtelen nem jut eszembe olyan könyv, ami ilyen nagyon spirituális lenne, és úgy azt mondtam volna az elmúlt egy évben, hogy wow. A múltkor a Mike Newtont ajánlottam, azt tényleg jól olvassátok el, 3 rész. A halál után mi történik? Egy amerikai hipnoterapeuta írta, baromi érdekes. Az eddigi gyönyörű tujáim barnulásak indultak, teljes kőágak száradnak el egymás után, tuják védőszentjeként csak te segítesz, mit csinálják, írja Krisz. Hát azzal van baj, lehet permetezni ezeket a tujákat, és akkor gyönyörű lesz.
mivel? Van ez egy rozsdapenész, így hívják, ez, ha időben fedezett fel, akkor megfoghatod egyébként, egy olyan permet szerkel. Hát ezt nyilván az aktuális ember tudja. Igen. Mit gondoltok az olimpiáról, kérdezi egy hallgató, olimpia pártiak vagytok-e? Egyáltalán mi a véleményetek róla? Ha, na, hát beszéljünk erről, picit beszélt hosszabb lesz, de beszélhetünk róla. Hát én csak a... Elküldenem azokat az SMS-eket annak, aki mondjuk olimpia párti, amik nekünk érkeznek naponta dugókról. De most a sajátodat mond. Persze, de azt mondja, hogy írnak az emberek. Hát ezt mondom, hát ebből kis derül, hogy mi a véleményem, alkalmatlan ez a város, meg az ország is arra, hogy egy olimpiát rendezzünk. Tehát, hogyha ha hatalma, tehát nagy városok, nálunk sokkal gazdagabb országok, nagyvárosai, olaszországi, németországi visszalépnek az olimpiától, mert hogy ők azt mondják, hogy egyszerűen nincsenek forrásaik, nincsen kapacitásuk arra, hogy megrendezzék, akkor Budapest, Magyarország, hát nincsenek nekünk elég baj? Én azt hiszem egyébként, hogy nem gondolnám azt, hogy alkalmatlanok vagyunk, szerintem meg tudnánk csinálni, és azt gondolom egyébként, hogyha ez egy jól kitalált pályázat lenne, és költséghatékony, akkor ez egy akkor kivitelezhető lenne. Ami a nagy baj, és amiért én például baromira olimpia ellenes vagyok, azok a tények. A tények pedig, hát ahogy szokták mondani, makas dolgok. Egyrészt ugye mindig van egy adott költségvetés az olimpiának, ezt bebizonyították sok-sok évtized alatt, hogy a sokszorosát haladja meg egyébként, mire valójában elkészül. Egy nagyon pici szűk rétegnek lenne jó, aki például az építőiparban dolgozik. Mondhatni azért az is nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen a korrupció meleg ágya, és egy szűk réteg nagyon jól jár belőle, de aztán tulajdonképpen mi, akiknek itt maradnak ezek a monstrumok utána hosszú ideig, teljesen használhatatlanul utána, azok igazából nem. A kihasználtságukat is megnézték ezeknek az épületeknek, építményeknek az elmúlt 50 évre visszamenőleg, és rájöttek, hogy a 80-90%-ban rohadnak, rothadnak, nincs rá pénz, nem tudják fenntartani, nem tudják kihasználni, teljesen értelmetlen költekezés. Ráadásul, amikor egy ország szerintem ilyen helyzetben van, mint Magyarország, akkor ez a pénz, amit erre fordítanánk, és ezek súlyos milliárdok, rengeteg pénz, ami nem térül meg. És ezt is bebizonyították, hogy soha nem térül meg. Ez egész egyszerűen, amit Jani is mondta, hogy bőven elférne máshol. Szóval nem vagyunk abban a helyzetben. Szerintem, ha megcsinálnánk, és ha széthúznánk, nem csak Budapesten lenne, még az is lehet, hogy valamennyire sikeresen meg tudnánk ezt csinálni. Csak kérdés, hogy mennyire fájna ez az országnak, mennyire rokkannánk ebbe bele, mi lenne, mennyire határozná meg a következő 20-30-40 évünket, hogy mennyire brutálisan adósodnánk el. És ki járna ezzel jól? Egy szűk rétegen kívül azt hiszem, hogy tulajdonképpen senki. Bebizonyosodott, hogy nem jön annyi turista, mint amennyit várnak. Bebizonyosodott az, hogy inkább kiürülnek a városok ilyenkor, mert hogy azt mondja a turista, hogy úristen, én most oda nem, ott most káosz van, olimpia van, de hogy megyek. A helyi lakos elmegy, hogy ne legyen benne a káoszba. A helyi lakos elmegy. Szóval, hogy érdemes azért elolvasni a tanulmányokat. Szerintem nagyon fontos lenne például erről megkérdezni a magyarokat. És ezt nem csak úgy eldönteni, hogy legyen-e olimpia, hanem elmondhassák azok itt, akik itt élnek, és itt maradnak, és 10 év múlva is itt fognak élni. Jó, hogy... a végeredményt bárhogy lehetne értelmezni. Igen, értem én, hogy mit mondasz. Nem akarok nagyon belekeverni politikát. De én azt olvastam egyébként, hogy közvélemény kutatják egyébként az olimpiát. És hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak baromi fontos az, hogy magas legyen az olimpia támogatottsága. És hogy ők majd valamikor jövőre egyébként eljönnek ide, hogy milyen formában, meg milyen közvélemény kutató céggel, meg hogy nem tudom, de megnézik azt, hogy mennyi Budapesten az olimpia támogatottsága. És ha nem elég nagy a szám, ami azt jelenti, hogy nem elég nekik az, hogy 51% legyen, hanem nem teljes melszélességgel állnak a budapestiek, vagy a magyarok az olimpia mellett, akkor elképzelhető, hogy ez nyomalatba, vagy nem hozzák ide, vagy nem adják meg nekünk. És én ennek baromira örültem, mert hogy azért ez arról is szól, hogy nem csak mi csengetünk nekik egy csomó pénzt, hanem megnézik, hogy az az ország, akinek ők adnak, az valójában akarja-e. Ha ezt már az országunk vezetői nem kérdezik meg tőlünk. Holott meg kellene őszén, szerintem. Őszén van a döntés, ugye? Akkor ez mondjuk tavaszra várható, ha tényleg van ilyen kutatás. Tehát akkor tavasszal kérdezés van. Igen. Ja, az alkalmatlanságot mi se úgy értettük, Janival, hogy nincs szakértelem, hanem pontosan ez, amit te, hogy az ország dőlhet bele ebbe az egészbe, hogy nézd meg, ott van Görögország, én ott személyesen voltam kint az olimpián, és az ott így megdöbbenve olvasod, hogy egyébként ott olyan létesítményeket csináltak, amire azt mondod, hogy azok jók lesznek az olimpia után a népnek. Nem arról beszélünk, hogy itt nincsenek rátermett sportvezetők, vannak fantasztikus edzők, és még fantasztikusabb sportolóink is, akik megérdemelnének egy Budapest vagy egy Magyarország
gyakorlatilag egy hazai pályát, így van, egy hazai rendezésű olimpiát, de itt az infrastruktúrális adottságok nincsenek meg arra. Igen, 2016-ban egyébként akkor ugye pályázatok jó a 2016-os játékokra, és viszonylagosan ilyen 50%-os támogatottságot mértek, és tulajdonképpen nem is kapták meg. Aztán ugye elkezdtek melózni azon, hogy baromi nagy legyen a támogatottság, hát mindenféle hirdetésekkel, ugye maga az állam, és akkor így föltornázták egyébként egészen magasra a számot, és így kaphatták meg aztán 2020-ra. Tehát nem elég az, hogy csak 50 vagy 55%-os legyen a támogatottság, szerintem ez jó. Tehát ezt meg kéne nézni. Én egyébként azt gondolom, hogy aki reálisan gondolkodik, az nem azért nem támogatja az olimpiát, mert nem hisz ebben az országban, vagy abban, hogy meg tudnánk csinálni, vagy hogy képesek lennénk rá, hanem azt gondolja, hogy ez a brutálisan sok pénz, sok-sok ezer milliárd, ez most máshova kellene, hogy menjen, és nem ide. Egész egyszerűen nem ide. Nem? Ha csak azt nézed, hogy mondjuk oktatás és egészségügy. Semmi más, és még nem beszéltünk semmi másról. Minek akkor, hogyha ezek a dolgok, hogyha az egészségügyünk nincsen rendbetéve, akkor minek más? Az mindennek az alapja. Hát igen. Szóval igen. Én nem támogatom. Én rukkolok, hogy ne nyerjünk. Meglátjuk. Ugye Róma visszalépett, ezzel nőttek az esélyeink. Na most, hogy... Na jó. Gyerekek, tehát miről beszélünk? Tehát egy hármas metró megy a felújítás. A metró kigyullad. Abba bármikor meghalhat bárki. Nem így van? Így van. Tehát az isteni szerencse, hogy még soha senki nem halt meg a hármas metróban. Volt már tűz, gyulladt már ki, menekültek az utasok, nem vagyunk képesek felújítani. És ez csak egy példa. Mi az Istenről beszélünk, hogy nekünk ide sok ezer milliárdér olimpiát, miközben lehet, hogy holnap valaki meghal a hármas metróban, és ebben semmiféle demagógia nincsen. Bármikor kigyulladhat a hármas metró, úgy már elmondta a 600 szakértő, hogy ott előbb-utóbb komoly baleset lesz, és még mindig nem újítjuk föl. Szóval, hogy így nem is értem. Nincs egy normális út, amin keresztül bejöhetnének az emberek a repülőtérről. Mi? A gyorsforgalmi, a Ferihegy út, az Üllői út? Hogy néznek? Milyen állapotban vannak? Vicc. Nap, mint nap. Na mindegy. Igen, ugye a legnagyobb érve mellett, hogy ezeket majd mind megcsinálják, és akkor milyen szép lesz. Hogy ezeket amúgy is meg kellene csinálni, tehát, hogy ezek nem járnak plusz költségekkel. Aha. Úgyhogy, hát... Szóval ezért vagyunk szkeptikusak. Egyébként szkeptikus meg a magyar sportnak pedig maximális. Nagyon, hát meg kitűnő szakemberek vannak, kitűnő sportolók vannak, csodálatos sportolóink vannak. Persze, csak nagyon drága. Akik erőfelül teljesítenek nap, mint nap, lásd meg utóbbi olimpiát is. Att is kérdezi, Jani, emeletes ágyban alszik még? Köszönöm szépen a kérdést. Én mindig emeletes ágyban alszom, ott is, mert nekem egy parkettára dobott matrac is emeletes, tudod. De csak akkor szoktam aludni, amikor nem dolgozom a fiúkkal a bányában. Na jó, már játszunk egyet, már is itt van a hallgatónk. Hármas ugrás játszunk valakivel. Köszönjük szépen a kérdéseket, folytatjuk majd egy hét múlva. Itt van már is egy hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Sziasztok! Zsuska vagyok, Tatabányáról. Szia! Zsuska. Hogy vagytok? Jó, köszönjük szépen, te hogy vagy? Én köszönöm szépen, jó. Péntek a szerencsenapom, úgyhogy azért játszunk, hogy nyerjek. Nagyon szeretjük, ez amikor egy hallgató úgy veszi fel a telefont, hogy egyből beszélgetést kezdeményez velünk, ennek örülünk. Így van, mert hát amikor én szóltam a hajós kirándulásunkon, jól éreztem magam, jó volt titeket élőben látni, az Annát, a Kassatibi titeket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor játszunk is egyet. Hánykor álltál be a sorba? Ó, hát én már ott voltam, mert Tatabányáról mentünk fel, és hajnali 1-től vártam. Wow. Úgyhogy 4-nek szálltam fel a hajóra. Hajnali 1-kor? Így van. Akkor értünk oda, mert 10:40-kor ment az utolsó vonat, mert ami hajnalban indult vonatban, már elkéstünk volna, és akkor inkább ott éjszakáztunk. Hát azért ez elképesztő. Ezen mindig meglepődünk azért. Tényleg, amikor az ember ezzel is szembesül, azért az mindig számunkra nagyon... Hát én úgy vagyok, hogy aki szeretek, és fontos azzal törődni kell. És az embernek arra van ideje, mire akarja. Igen, de aranyos vagy. Milyenek a kérdések, Jani? Remélem, ezek után könnyű. Hát nem csajos. Nem csajos kérdéssor. Nem. Ajaj. Vágjunk neki akkor. Na figyelj, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy várjál, átrapozom a pompei fiúkat, akik... karateállásba állnak a pompei romokon, szóval egyébként döbbened. Romulus és Rémus. Igen. Micsoda? Romulus és Rémus. Szerintem helyes. Ezt miért mondtad most? Nem tudom. Így szól az első kérdés. Melyik NB1-es labdarúgó csapat otthon az Ilovski Rudolf stadion? Nem
Vasas? Az, de jó vasas, vagy. Vasas, honnan tudtad? Hogy csúgnak a többiek. Tényleg? Igen. De hol? Ki sugott neked, vagy ki van? Itt vannak a kollégáim, csak nagy csönd van, hogy mindenki feszült, hogy, mert tudják, hogy a régóta szeretnék nyerni, és így senki nem beszólni semmit. Tényleg? Ja. Igen. Ja, régóta dolgozol rajta, jól van. Ez igen. Érettségi druk. Igen, eléggé van. Így szól a második kérdés. Melyik legendás zenekar dobos a Charlie Watt? Erről a zenekaron mindenki hallott, szerintem. Még ha nem is szereti őket, nem is ismeri a zenéjüket különösebben. Mindenki hallott róla. Jézusom, nem tudom. Charlie. Nem. Magyarnak nem magyar. Hát magyarnak semmiképpen nem magyar. Semmiképpen nem magyar, ő a Rolling Stones. Ó, basszus. Igen. Jó, én nem lehetne még egy ilyen mentőves kérdés, valami. Ja, én úgy szeretnék nyerni, és megszakad a szívem, hogy már lehet, hogy többet nem is tudunk játszani. Na jó, azért még ne temess minket. De már nem úgy, hogy ez már akkora szerencse kell, hogy tudjon veletek az ember játszani. Hm. Ah. Hát nem tudunk kivételt tenni, sajnos. Jól van. Jó. Köszönöm. Jó, köszi. Köszönöm szépen. Puszi, ciao, hello, drága vagy, szia, hello, hello. Hát de most nem, most ha neki fölteszünk egy pótkérdést, ugye ez mindig nehéz kérdés, akkor holnaptól kezdve bárki mondhatja, hogy muszáj következetesnek lennünk. Nem szeretik ilyen filidrékuszi babérokra törni, de most kibeszélem egy picit az egyik ismerősömet, Szántó Dávid írt nekem, és azt írja, hogy hú, az olimpiáról nagyon sokat tudnék vitatkozni, vele írja Smiley-el Dávid. Tehát, hogy persze, tehát, hogy oda-vissza nyilván vannak érvek, és hát érthető, hogy, hogy a másik oldalon is vannak olyan jogos érvek, amiket alá is tudunk írni, meg alá is írhatunk, de hát... De beszéljünk vele, hát tegyük adásba hétfő, hát beszéljünk vele. Adjuk meg a lehetőséget, de SMS ez levele a Dáviddal, hogy hétfő. Minket. Igen? Aha. Akkor azt üzenem, hogy... Akkor azt üzenem, hogy a következő... Mondjuk Dávid, hogy családfenntartó vagy, de ha nem sajnálod a pénzt, még egy SMS-re írd meg, hogy akkor benne vagy. Hétfőn hívjuk föl, hát én tudom nagyjából, mik az érvek mellette, persze, de szívesen vitatkozik az ember, meg ütköztetni érveket mindig jó, ha azok értelmes érvelések, hát beszéljünk vele hétfőn. Hát ő mennyi szóval is értelmes rá, szerintem jót lehetne beszélgetni róla. SMS-ezzük levele. Jól van, oké, na jövünk vissza mindjárt, 3-4-10 lesz pontosan 2 perc, itt vagyunk mindjárt. 3-4-10 múlt, pontosan 4 perc, elmutatjuk, miről volt szó ma reggel. Leteszteltünk egy ötletet, egy amerikai srác ötletét, aki Angliába vitt, egy tube chatnek hívja, sokan csak tube chatnek mondták. Ez arról szól, hogy hát milyen jó lenne tulajdonképpen, ha mindenki, aki a londoni metróban utazik, kitenne magára egy kitűzőt, és a kitűzőn az lenne, hogy ő tube chatelni akar, vagyis beszélgetni. Más pedig beszélgetni vele. Volt, akinek tetszett az ötlet, volt, aki kevésbé szerette, megpróbáltuk modellezni, hogy ez hogy néz neki itthon, illetve hallgatóinkat kértük arra, hogy teszteljék le, hogy ha váratlanul odafordulnak egy másik utazóhoz, hogy szeretnének beszélgetni, mi a reakció. Jött pozitív is, egyébként volt, akinek működött a dolog, aztán hát van, akit elutasítottak természetesen. A két megfáradt, persze, rögtön belekötött. Engem, ha én metróval utazni, engem mindenki hagyom békén reggel. Én megkaptam az antiszociálzőt, de van, akinek nagyon tetszett, te szeretted a tyúbcsetet. Erről beszélgettünk, valamint arról ugye, hogy néhány magyar turista felmászott a pompei romokra, és a pompei műemlékvédelmi hivatal vezetője kiborult, az olasz műemlékvédelmi felügyelet az azonnal telekültölte az olasz sajtót, feljelentették a hatóságnál azon magyar turistákat egyébként, akik hát felmásztak a pompei romokra. Nem szerencsés, szóval most egy sima romra felmászni, szerintem nem egy akkora dolog. De hát ott azért tudjuk, hogy mi történt, ugye? Talán nem szerencsés onnan így ebben a formában szelfizni. És arról beszélgettünk idegen vezetők segítségével, hogy hogy viselkednek a magyar turisták külföldön. Honnan kellett már lerángatni őket. Nagyon helyes esemeseket. Van kaland. De azért megállapíthatjuk azt is, hogy nem csak velünk van a baj. Nem, hát. Tehát azért jönnek. Jönnek külföldi bármely turisták. Bármely nemzettagjai ugyanígy viselkednek, sajnos ez került ki a világ sajtóba. Hogy a magyarok? Sajnos megint valami negatív rólunk. Na mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt kívánom. Meg kell védenem nekem ezt a Robbie Williams-et, meg a szóba hoztátok, hogy miért nem olyan, mint régen. Na mi van, szólt Laura? Mert olyan lenne, nem, most nem a Robbie miatt, hanem az Ákos miatt, Ákos is mondhattam volna, olyan lenne, mint régen, akkor viszont az lenne a trollok baja, hogy amely nem tud megújulni. Uh-huh. Nekünk nem lenne trollkodás, tehát mi szeretnénk.
Vannak szerintem olyan állócsillagai a pop meg rock zenének, akikkel kapcsolatban szerintem nem nagyon merül fel ez, amiért nem tud megújulni dolog, mert hogy van egy olyan fanatikus rajongói bázisuk, aki nem is várják tőlük nagyon, hogy megújuljanak. Hát gondolj az AC/DC-re, gondolj az Iron Maidenre, ott az a, ott mindig gáz volt, amikor meg akartak újulni, vagy Judas Priestre, vagy ilyesmi. Én hallottam az Iron Maidennel kapcsolatban, hogy azok miért mindig ugyanazt játsszák, miért nem tudnak egy kicsit frissíteni. És volt is rá kísérlet, de az nem jött be neki. Hívjuk a naphallgatóját. Nézzük. Megvettem a Robit most, nem? De. Nagyon, nagyon. Már szerint az írja is neked az SMS-t, hogy köszönöm, Csabi. Már azért vettem meg, mert írt. Ja. Igen, Ákos is írt, most fixáltad le a puszi jegyeket. Csak. Morning show. Az bizony. Jó reggel. Szia. Sziasztok. Laci vagyok. Laci, hello. Helyes SMS-t küldtél nekünk. Ugye magyar turistákról beszélgettünk, hogy tudnak viselkedni. Mit mond a magyar turista Rómában, amikor meglátja a Kolosseumot? Vicceket nem szoktunk megválaszolni. Ez jó volt. Szép lesz, a kész lesz. Szeretjük. Rég, de jó. Néha egy-egy vicc is belefér. Köszönöm szépen. Köszönöm de vagy a naphallgatója. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? Egerben. Voltál a kitelepülésen? Sajnos nem tudtam elmenni. Na jó, szép. Visszavonni. Nagyon sajnálom. Majd egy csomag ugrott, se baj. Van egy csomó ajándékot, még a reklámblokkban hallgass meg, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, csáó, köszönöm. Köszi, hello. Mi a recept? Két embernek adok a receptet, egyrészt egy szakmai beszélgetést fogok lezárni, hogy lehet-e tócsnit, lapcsánkát, macokot, cicegét csinálni sütőtökből. Jánossal beszélgettünk erről a héten, és lehet, és nagyon jó, nagyon különleges, ilyen irgalmatlan, kiugró sárga színnel, és tök jó ízzel rendelkezik neked, meg rozé. Kacsa, no. Rozé kacsa. Ay, jó kis kacsa. Kacsa mellik is ilyen őszi gyümölcsökkel van. Kacsa muszájóba. Hát, bocsánat, egyébként odaírtam. Kacsa kicsit zavar, a rozé jó, a kacsa zavar. Igen, a rozé mi a magyar kacsa, mi a francak. Odaírtam, hogy ez tök vegás kaja, kis tejföllel, fú, kis reszelt, mint ilyen lilahagymával megszorva, isteni, és csak egy picit hoz új ízt a magába, a lapcsánkába, vagy tócsniba nevezzük, ugye tájegységenként ezt máshogy nevezik, de mégis új a dolog. És a sütőtök meg tök egészséges. És egyébként tök nem megállja. Nagyon sok helyen előételnek, vagy kiegészítőnek, köretnek alkalmazzák, vagy ajánlják, éttermekben pedig főételnek is. Ilyen. Hát és egy csomó ilyen kinti buliban, tudod, télen, forralt bor mellé egy csomó ilyen karácsonyi vásárban adják, úgyhogy ez már kint van a Facebookunkon, ugye, Laci, kösz. Szuper. Neked meg a rozé. Nekem már. Ez már rajtad maradt. De most már viszkizik. A rozé. Igen. Nem, az csak tegnap volt. Milyen zenéi lesznek, Csabi? Ugyanaz, mint tegnap? Nem. Most Calvin Harris-t hozom. De jó. Calvin Harris, aki a sosem használt My Way címet adta a legújabb dalának, amiben nem mellesleg ő is énekel. Tehát most nem tudom, hogy nem találta énekest, de azt mondta, hogy tud annyira ő énekelni, hogy ezt előadja. Nem először, egyébként korábbi slágereiben is énekelt már. Summerben meg a Filszokózban. Meghallgatjuk. Jó. 555-55-00. Ez a telefonszám, kérjetek dalt. Aki holnap dolgozik, annak kitartást kívánunk. De le kell dolgozni ugye ezt a fránya ünnepet. Hülye jött ki egy kicsit. Mi lélekben veletek leszünk, úgyhogy kitartás. Én örülök az ünnepnek, mert van a közelünkben egy 56-os emlékmű, és olyankor mindig letolják a szembe szomszédnak a fűvét az utcán, mert ő nem tolja le. És egész évben nő a fű. És ilyenkor, amikor ünnep van a közelünkben, nincs, akkor gaz. Mindig jön, és ő szerintem erre játszik. Hogy is, ja, értem. Hogy is jönnek, levágják. Ezért egész évben nem vágja. Aha. Akkor jövő héten szép lesz. Csabi, jön a kívánság műsor, ami pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.